Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. Ez itt a Best of Morning Show. Morning Show. Nagyon ilyen vidáman kávéznak itt. Tényleg? Hát, nagyon kis vidáman. Mennyire tudnak élni? Beülnek, isznak egy jó láttét. Nincs meló, gyerekek, se meló, se iskola. Nem, semmi. Basszus, mondjuk én nem a lányokat irigylem, hanem a srácok. Igen, a négy egyes fölállás van. Azért egy srác, négy csaj. Ezt nevezem én ideális ivararajnak. Esztergom kicsit olyan, mint egy ilyen olasz, ilyen kis mediterrán kis városocska, hogy ülnek az emberek, vidáman kávéznak. Hello, csajok! Akkor nem ide lépek. Hello! Mit isztok éppen? Jól láttam. Hát nem eltaláltam, ismerem a kávéfajtákat. Még ilyen távolságból. Igen, láttak adáig, igen. Finom a latte, jó? Igen. És nincs meló, csajok? Vagy mi a helyzet? De 9-től indul. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Telekommunikációba dolgozunk. Milyen profi, nem mondta a nevét, látod? Nézd meg, milyen. Mi nagyon egy munkahelyen? Igen. Mind a négyen. Igen, csak a csajok. Jó, és a férfi az csak így leült mellétek, hogy hello lányok, van itt egy kis szabad hely. Meghívnátok egy kávéra. A kolléganőmnek a férje. Ó, értem. És nem merted egyedül kiengedni? Vagy mi azt gondoltad, hogy lecsapjuk a kezedről? Nem, hát jobb így hölgyköszorúba szerintem. Ez igaz. Menő. Most kicsit olyan vagy, mint az élet császára. 4:90, ülsz négy csajjal, vinában kávézol. Ez nagyon jó. Igen, és fél háromkor jöttem hozzá a munkából. Akkor már nem vagy a császár. Fél háromkor mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kamionozom. A betyárját, akkor keveset vagy itthon, sokat mész, nem? Nem, hát belföldön kamionozom. Ja, belföldön. És a feleségedet azért megkérdezem, hogy milyenek a szabad estéid? Most már nincsenek szabad. Mi apa háromkor jött haza, vagy fél háromkor? Hát, átlagosak ilyen. Kicsit van itt valamit akargatni való, na mindegy, nem érdekel, majd beszéljétek meg, ha hazamentetek. A belföldi kamionozás az egyébként nyilván durva, de nem annyira, mint amikor külföldön jelzem, amikor elmész két hétre, három hétre, az keményebb világ azért, azt nem? Azt is csináltam. Csináltad? Egy-másfél éve hagytam abba. Az kemény, az lélekülő, nem? Igen. De ez így teljesen rendben van. Mindig szoktam azon gondolkodni, amikor megelőzlek benneteket, hogy mi a fenét csináltok, de tényleg. Tehát amikor tudod, hogy egy normál autóval 160-nal, ha mész Debrecenbe két óra, az 80-nal a kamionnal, tehát én nem tudom, olvastok közben, vagy tévét néztek? Mit csináltok? Hát én például hangos könyvet hallgatok nagyon sokat. Komolyan? Igen. Amikor nem alszik. Igen. Ez milyen jó, hogy hangos könyvek formájában fölolvastatod idézőjelesen magadnak a kedvenc könyveidet. Aha. Igen, hát főleg, hogy színészek olvassák föl, nagyon szórakoztató. 30-50 a tök mag, és akkor kimegyünk a világból. Jó. Hagyjuk ezt, ugye ez volt a Rizsa feleséged miatt. Beszélj nekünk a Bad Girl Mapről, jó? Tehát ha külföldön vagy, nyilván terjed valamilyen formában, valamilyen kis textfájban vagy ilyesmiben, egy olyan térkép, amin fel vannak... Passzaunál, gyerekek! Igen, hallod, hogyan mi volt a izélvelet a... Nyugodtan utasítsd el a kompromitáló kérdéseket. Nem utasítom. Mondd meg, hogy nem. Akkor kezd úgy a történetet, hogy ismerek valakit, aki... Gyerekek. Olyat többet is. Hát hogyne? Hát olyan durva parkolókat láttam néha külföldön, ilyen kaminos parkolókat, néha még engem is leszólítottak. Hello, szőszi! Bevászol a kicsit a hátsülésre. Mondom, bocsánat, a gyerekkel megyek Horvátországba. Voltam a török börtönbe. Még egy körbe állunk. Na, szóval a hangos könyvet. Kézzel, láttam majd, hogy valaki tévézik például. Tehát én is szoktam közben. Egyébként még sorozatokat nézni laptopon, meg menet közben, és akkor gyorsan elmegy az éjszaka. Gyertek át szombat este? Felvételről? Kiírom neked. Nagyon jó műsor egyébként. De közben tudsz arra figyelni? Tehát kis vezetés, kis tévé közben. Természetesen, mivel autópályán megyünk, tehát gyakorlatilag magától megy az autó, beállítjuk tempomatra, és akkor csak megyünk vele, tehát nincs ilyen probléma. Uh-huh. Ez igaz? Ettől én nem nyugodtam meg, gyerekek, igen. Hogy 40 tonnás szerelvényekben emberek televíziót néznek. Gyerekek, hát ne áltassak... Én megyek előttük. Ne áltassuk magukat, azért a sofőrök, azért a sima autóban is nagyon sok mindent csinálnak. Ugye ott van a telefonod, ott van a gyors étteremben megvett kaja, dugod a töltőt, nézed az SMS-eidet, tehát ezt nem csak kamionvezetők csinálják, ezt mindenki csinálja, nem? Hát vagy sokan csinálják, hogy nem figyelsz a vezetésre. Dugok én vezetés közben, Jani?
te ott ültél 3 napja mellettem ülsz. Nem látod? Nem olvasok újságot, és nem állunk meg gyors étteremben. Rendesen vezetünk. Jó, mondjuk Feri nem is tudsz figyelni, mert ő véges crosszozza az egész utat. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy rallinak nézi. Ez az országjárás számára ez egy rally verseny, ami az egész országon átível. Neki ez egy kihívás. Egy Zsámbék Esztergom. Meg tudom-e csinálni időre neked, Jani, hogy legyen idő. Nem, az egész arról szól, hogy minél előbb kitegyél a kocsiba. Jó, hát basszus ember legyen a talpán, aki 4 órát azért tud együtt tölteni, nem? Azért a sok. Hát ott nagyon minden, jó volt. Minden témát kimerít az ember. Jó van, jó kávézás nektek, csajok, jó? Szevasztok, puszik, köszönjük, hogy eljöttetek. Gyorsan egy-két közlekedési hírt, nézzünk, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy ha váltak éppen már is mondom, azt mondja, Szabó József vagyok, 20 éves Astrán van. Jól nem van. Baj. Az jó, megérdemlek egy új kocsit. Puszi nektek, írta József, ezt a puszi nektek. Nem vált kékre, de most igen. Dunaharasztiban a Németi úton a vasúti átjáróan egy 3-as BMW és egy terrautó ütközött, rendőrök terelik a forgalmat, minden környező utca beáll, Dulittle küldte nekünk. M3-as 58-as kilométer Budapest felé, teher külső a középső sávban, a Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt, valamint Bikal belterületén a gyenge ködben fotóznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok, úgyhogy találkoztak, összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, és az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egyébként. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jó lesz meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezetsz egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét. Nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a fenekébe. Ó, basszus. Kicsit megcsókolosztak. Hogy valószínűleg az lehet, hogy Tarlós a főpolgármester hivatal egy felsziszent és zavart érzett az erőben. Tudod, ez úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és egyszer pedig csönd lett. Nem értem, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamos? Egy villamos olyan hosszabb, pedig a villamos megálló ér. Tehát lehet az 6 kilométeres, ha a villamos megállóban csak egy bizonyos szintig tudsz beállni. Mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát nem minden villamos olyan hosszú, amilyen az adott országban egy-egy megálló. Hát hiába hosszú a villamos, ha lelóg a megállóról. Ez tényleg nagyon hosszú villamos, ez olyan hosszú villamos, hogy 2 megálló között csak gyalogolnod kell. A villamoson. Tehát kettesével áll meg. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy beleáll a Blaha és az Oktogon közé, és nem mozdul. Így most átsétálsz. Amikor átsétálsz, leszed, becsukja az ajtót, megy arrébb, megy egyet, illetve kettővel, és ott megint. Ennyi a lényeg, hogy az egyik ajtaja a Blahánál van, a másik ajta az Oktogonnál. Tehát nem mindegy, hogy melyik ajtóhoz állsz, annyira hosszú. Hol akarsz lesz az Oktogonnál? A hátsó ajtóhoz menjen. Hol szállsz a Blahán? Menj előre. Az első ajtó már a Blahán van. És ha esik az eső, felszállsz, átsétálsz, és leszállsz a Blahán. Ennyi. Értem én. De nincs aberráció, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa. Hát ha vannak rövidebb villamos megállók, akkor ott nem tud járni, nem? Vagy, jó kérdés. Vagy minden villamos megállót például a Comino vonalán úgy építettek meg, hogy a világ leghosszabb villamosa beférjen, és ahhoz képest, ha rövidebb megy, az befér, ha pedig a világ leghosszabbja, az is. Vagy, vagy azt mondják, a világ leghosszabbján, hogy csak a 2 első ajtót tudod használni. Mert a... Igen. Igen. Nyilván így történik. Van egy rossz hírünk, igen, a 8 ajtót nem lehet használni, mert nem ér be a megállóba. Az első 2 ajtón van a leszállás. Aki sokat utazik, az menjen hátra, ahol nem nyílnak az ajtók. Ott meleg is van addig, tök jó. Ki tényleg jó, a végállomástól végállomás, hogy mész, akkor menjél, olyan helyről nem nyílnak az ajtók. Leszállás, felszállás csak az első vonal. Nem az első ajtónál. Nincs lögdösödés. Hány méteret hosszú, a világ leghosszabb villamos? 400, 500, 3 kilométer? Mekkora ez a villamos, hogy a világ leghosszabb villamosa? Állítólag 345-en utazhatnak rajta egyszerre. Ezt valaki számolja? Tehát ott áll az ajtóban majd valaki, és azt mondja... Szerintem ez a korrekt válasz, igen. Vagy ez a max befogadó képesség, hogy mondjuk ennyi személyes. De hát nyilván lehet ez több is, ha felzsúfolják magukat az utasok. Erre van valami szabvány, hogy ugye összesen hányan állhatnak, meg ugye hány ülőhely van benne. De mekkorából, érted? Mekkorából állhatnak hányan? Hogy én állok, érted? Vagy nem tudom, a hölgy áll. 81 ülőhely van rajta, az egyébként szép. Na de amire ki akarok kanyarintani picit a dolgot. Volt Feri ezzel, mint annak idején, ahogy hívják, láttam, legyen ön is milliómosba, hogy hívják. Vagy sőt, még inkább Egri Jánosnál, nyugdíjas bányamérnökök. Na most álljunk meg egy pillanatra. De igen. De most tényleg álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszéljük át ezt a dolgot. Beszéljük át. 55 kilós nőt számolnak ilyenkor, vagy 110 kilós Rákóczi Ferit? Átlagolnak szerintem. Igen. A kettő között azért van egy 3-4 milliárd ember, aki... Van, vannak olyanok. Feri szeretné szabványá válni? Tehát, hogy jelezzék a villamoson, hogy... Igen.
Igen, ennyi nő, ennyi Rákóczyból pedig egy. Egyik, hogy abból kevesebb fér. Kint lennél ilyen kis fotó, hogy no entry, tudod. Nem szállt föl, mert megbillen a jármű. Mint a liftekben, amikor írják, tudod. Egy család, két gyerek, három apuka, négy anyuka, három gyerek, tudod, a liftekben lehet látni. Azért mondd el, hogy tegnap lifteztünk együtt. Beszálltunk a liftbe, és a lift, komolyan mondom, a budapesti tejipari vállalatos időszakomra emlékeztet, amikor beszálltunk egy raklap cukorral, Feri beszállt, és így a megnyomtuk a gombot, és így a lift így... A kicsit felsikantott. Egy picit felsikantott, és nem indult el. Túlsúly. Ő is azt mondta egyébként Feri, hogy mindjárt kírja, hogy túlsúly, nem tudok felvenni. És piros lámpa, a kövér szálljon ki. Látunk téged, kamerán, szállj ki. Figyelek, igen. A kövér szálljon ki. A gyereked maradhat. Az apuka szálljon ki. A bébi mehet. A Dodge-em véget ért. Apuka szálljon ki. Nincs menetirányal ellentétes haladás. Tudod, hogy ezeket mondták be neked. Na, térjünk vissza a villamosra. Szóval az egyes villamos vonalán jár. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ha jól emlékszem, felújították a megállókat. Igen. Ami arról szól, hogy egészen tudatosan gondolkozik a BKK, hiszen ők akkor már tavaly tudták, hogy megveszik a világ leghosszabb villamosait. Felújították a megállókat, és ezek a villamosok most beférnek egyébként, mert ha a világ leghosszabb villamosa, akkor a világ leghosszabb megállói nálunk vannak. Ugye? Nagyon jó, nagyon ötletes. Tehát az egyes villamos vonalán vannak a világ leghosszabb megállói. Bizony. Nem lehet hosszabb a megálló, ha nincs hosszabb villamos. De lehet, hát lehet csak abban nincs az értelme. Esetben, hogyha mondjuk a villamosnak a hátsó traktusára rá lenne szerelve egy mobilperon. Egy hordozható mobilperon. Ami ugye beáll a rövid megállóz, és akkor ezzel kitolja. Nekem egyébként ezek a bevásárlások nagyon-nagyon tetszenek. Annak idején a kettes metró vonalán történő kis javítgatások tetszettek a legjobban, amikor kiderült, hogy az újonnan megvásárolt metrószerelvények nem tudnak kanyarodni. Tudom. Nem tudnak kanyarodni, mert sajnos egy nagyon picit szorulnak ott a Pillangó utca utáni szakaszon, és aztán a következő történt, kimentek, és ilyen bontókalapácsokkal egy ott elevettek a sarkakból. Az most van? Miért a villamos vagy a metrószerelvényből nem tudsz levágni? Há, az is igaz. Onnan az megvan, amikor a sofőr hívta a diszpécset. Miért állsz? Hát beszorultam. Menj! Adjál! Mondom, hogy beszorultam. Menj! Csak előre sem. Hát beszorultam. Adjál! Dehogy szorultam. Beszorultam. Metró. Na. Szóval át a próbaidő alatt ugye, hát próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő Jani, mert János újra itt engedett, akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor egy-két hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próba időn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próba ideje volt, vagy a dolgozó volt próba időn minden esetre. Biztos nem próbaidős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van akinek ezen végig kell menni. Igen. Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Teiparban, vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben, a budapesti tejipari vállalatnál, azért ott egy átvétés való értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, így lentről hallott, hogy valaki a hollander kulccsal ütögeti a csöveget, és küldjed be a kakaót, te kis töcsök! Tudod, és azért akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaóm nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész, és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaós zsákokon, teljesen kiütve, igen. Lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, névnapot ünnepeltek. Azon a héten már negyed. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hát igen, egy holland kakaópor jött, és felszívott belőle 3 csíkot. Kicsit megártok neki. Igen, na.
De visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyű lett, képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy ahogy van, lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a 3 hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, de pontosan már visszaveszik tőled, jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 000 forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mit történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, neki mentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopronkövet, Autó Kft. És ilyen laboros voltam. És jött a idió elvatag főnököm, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részeg vagyok, minek tudjak? Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni engem? Igen, igen. Na, most minden, az egészet azt mondja, hogy szervezem meg a szökésem a szerályból, és akkor adjam, odaadta a cselédkönyvemet, kipizett a gubától, amíg 600 forintot, jól jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőtt a mutatmány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredet? Laboros voltam. Laboros? Nagyon ügyes laboros voltam, pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ezt írtam. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni, jött a spanom, azt mondja, Smokencs, mondom, anyád. Micsoda, várja, hogy hívták a spanodat? Smokencs. Smokencs. Azt mondja, mondja. Azt mondja, bedesz ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Beverték 2-t? 3 decit. És úgy mentél laborozni? Igen, na, és mondja, nem veszem észre a hajszárepedést. Észreveszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárepedést, óriási. Észrevettem volna. Ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor jött... Fővettem a távcsövet, nézem a hajszerepet, és nincs, de volt. És benneteket egyszerre tettek ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De mert siettem. Smokencs is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. És csak a becenevedet, hogy ő Smokencs és te? Én a Ali Fraser vagyok. A Fraser. Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, de nagyon azért, mert mindig luftot ütök. De jó, hogy megismerkedtünk, én Ali F. Tyson vagyok. Első napomon szaladtam bele villás targoncával a főnök gipszkarton falu irodájába, átszúrva a mobil klímát. Éltek a próbaidő adta lehetőséggel, nem marasztaltak. Azt mondja, festő vagyok, amikor végeztem a szakmunkás Sulival, elmentem maszekhoz dolgozni, megkérdezte a főnököm, hogy tudok-e önállóan tapétázni, mondtam, hogy persze. Hát egy én. Miért vagyok itt? Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez az életem. Délután visszajött és azt mondta, szép, de a minták nem érdekelnek. Boltban voltam tanulóként, első nap egy nagy raklap kávét kellett megszabadítanom a rajta lévő fóliától. Mit sem sejtve, belebögtem a szikét a tetején, és csak húztam lefelé a raklap aljáig. Éreztem, hogy valami nem stimmel, mondanom csak el, rengeteg kávét vihettek a selejtbe. Kata küldte nekünk. Aztán én egy szépen frissen kifestett, épp akkor nyitó kávézóban az első napomon véletlen kávéfőzésnél elfelejtettem beletenni a kávézasztartot, így az éppen lejött tűzforró kávé berobbant a térbe. Beborítva engem, a falat, a kollégáimat, a vendéget és a főnököt. Nem rúgott ki, sőt, amikor bezárt a kávézó, még állást is kaptam tőle. Niki küldte nekünk. Lezúztam targoncával a gyártósort, 2 milliós kárt csináltam, nem kellett fizetnem semmit, ezt Toma küldte nekünk. Cukrászdában dolgoztam, 2 hét után összetörtem a sütispultot, 600 000 forint volt. Ki akartam kergetni a legyet a sütikről, nem sikerült. A lelkes. Ott az nem volt elszántság. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Állítólag ő csajozási ismeretekből indítan a képzést, és a tanfolyam végén egészen el lehetne jutni odáig, hogy a hímnemű diákok azt is elérjék, hogy a randi mindent a lány fizessem. Aha. Tehát, ez a vége? Na, jó.
Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Pampet Gabót, hogy mondja el nekünk, hogy mi a helyzet. Mi van Gabóval? Hát képzeld, teljesen kétségbe vagyok esve. Gondolom, képzeld, látom rajtad, hogy mennyire. Tényleg, igen? Aggódom, hívom egy ideje. Először nem volt bekapcsolva a telefonja. Már be van, de nem veszi föl. Sőt, be van, de kinyomta. Ah, ne csináld. Nem lehet, hogy valahol most is táncol? Az simán lehet. Vagyok már okta. Már okta? Vagy már 7 óra, 20 perckor elindult az első tanfolyam. Igen, 8-tól mennek a felnőttek, 7-től 8-ig kakaóparti van. És a kisfiúkat oktatja a csajozás. A csajozással. Na valami ilyesmi lehet a dologba, de igyekszem elővarázsolni. Mondom, már bekapcsolta a telefonját. Beljebb vagyok egyel. Hát haladunk. Nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy ez az első okos telefonja, érted? És most a bekapcsolásig jutott így alapokon. Nem tudja, el kell húzni oldalra. Nyomkodj a rohadt. Gabó, hallasz minket, húzd el jobbra. Húzd el jobbra. Akkor fel tudod. Akkor fel tudod venni. Na most állítólag kapom közben az infót. Igen. Hogy a csajozás nagymesterének, aki oktatni akarja ezt a dolgot, elvileg szerződése van a TV2-vel. És most de mi közel annak egy rádióműsor az gyerekek? Akkor csináljuk azt, hogy álljon a rádió mellé, aha, fogja a telefont a kezébe, válaszoljon neked, te pedig írd be nekem Skype-on, hogy mit válaszol a kérdésre. Hát vagy mondd el te! Az jó, akkor nem velünk és beszél. És akkor nem velünk jó, beszél, ma Anna lesz Gabó. Igen. Na, most meg nem veszi fel. Aha, mi a legutóbb, én komolyan a Snowden emlékszem egyedül, hogy vele készítettek így interjút, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Én leszek a te szinkronhangod. Itt vagyok. Az első kérdés az, hogy jelen pillanatban félmeztelene. Nem kell. Mesztelenül fekszik az ágyban. Aha, jó. Mit talált a szerződésében? Honnan tudja, hogy nem beszélhet? Honnan tudod, hogy nem beszélhetsz? Tegnap átolvastam. Direkt a mai napra értem. Nagyon jó. Az igaz, hogy neki saját titkárnője van már, vagy személyasszisztense? Igen? Igaz, hogy saját titkárnőd van? Inkább szexre alapszik a munkaviszonyokat. Ja. Micsoda meglepetés. Nagyon jó. Jó, szóval, meséljen a felvételi rendszerről. Tehát mi alapján lehet bekerülni az ő csajozós iskolájába? Szigorú felvételi van. Magas pontszámú érettségi kell hozzá. És még, tehát kidolgozott fizikai... felső test, az kell? Tehát az, hogy az ember megjelenjen? Jó fizikumú legyen? Nem kell fizikailag különösebben, mert ők foglalkoznak majd a srácokkal, aha, hogy el tudják kapni az összes csajt. Aha. Mennyibe kerül ez a tanfolyam? Mennyibe kerül ez a tanfolyam? Ez rohadt nagy összeg lehet. Évente 399 ezer forint. Azt a mindenségit! Ezek olyan taktikák, amit ő hosszú-hosszú évek alatt tapasztalt ki, és ennek aha, meg kell kérni sajnos aha, az árát. Kik és fognak még tanítani? Ketten vannak. Ki a másik? Ki a másik? A Berki. Hó, hát sikere majd tudom eltérni. Hát abszolút jó lesz. Várnak téged szeretettel. De jó, na! Beszédtanárnak szeretnének fölkülni. Nagyon fontos érdemes. A kommunikációs részt vihetnék. Jó, megbeszéljük a részleteket. Okay. Csokoltatjuk, mondd meg neki. Csokoltatnak a srácok, örülök, hogy beszéltünk, Gabókám. Na, üdvözöl mindenkit. Nézd át a TV2 szerződését azért. A hallgatókat is üdvözli. Balázs üzeni neked, hogy a TV2 szerződést, ha van időd, nézd át. Megy 25 milliós opciós jogban, senkinek aha, nem nyilatkozhat. Elolvasnám a 13/2-es részt azért most. Itt lehet, hogy elúsztál anyagilag ezzel. Andy felüvöltött a kórházba. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Azért az megvan, hogy ilyen igen, alapon akkor Barack Obamával is készítettünk interjút. Innentől kezdve bejön tolmács. Na, te leszel a hang bárkivel, tehát holnap Morgan Freeman-t hívjuk, érted? Csak egy hét SMS, hogy hallgatunk is, mit érnek. Hatalmas taps és üdvrőalgás Julinak, hogy ezt kibírja röhögés nélkül. Köszönöm szépen. Edwards küldte nekünk. Ez beszarás, az év riportja. Ezután kérhettek fizu emelést, írja nekünk valaki smiley jellel. Sziasztok, Pampet Gabó az Észbontok című műsorban talált igazán magára. Nem szép tőletek bántani egy fogyatékos. Oszik. Ha nem tudnám az előzményeket, azt hinném, hogy Anna médium és a túlvilággal beszélt. Kicsit olyan, de így azt a körül, és összeérnének az ujjaim. Gyerekek, ennyiért eszkort hölgyet bérnek. Nem kell megtanulnom csajhoz. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A vendégünk van itt a stúdióban, dr. Lenkei Gábor. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk, örülünk, hogy itt vagy. Szervusztok, urak. Azt gondolom, hogy ezen beszélgetés után nagyon sok levelet kapunk majd, hogy szeretne talán a másik oldal is megszólalni, vagy az, aki nem ért egyet a nézeteiddel. De pár gyógyszerész most keresztet vetett, amikor meghallottan. Igen. Sőt, mi szeretnénk olyan beszélgetést, ahol a két oldal majd találkozik, és mindenki, aki cáfolja az általad elmondattokat, az akár bejön ide a stúdióba, és
megmérkőzik veled, vagy birkoztok egy nagyot, szeretnénk ilyen oldalt is megszólaltatni. Én is szeretnék ilyet, már sokszor felajánlottam, de nem volt jelentkező. De nem volt még soha, hát, aki beszélt veled, igen. Na, egy cikk látott napvilágot, ami egyébként nem is annyira új, sokszor felmerül, sokszor megjelenik az interneten, aztán újra lehet olvasni. Most éppen újra megjelent, hogy nagy dózisú intravénás C-vitamin injekció megsemmisíti a rákot, mégsem szabadalmaztatható. Ugye ez egy szenzáció hajház cikk, aztán amikor az ember elolvassa, akkor elkezd rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy szenzációhajhászás, de mi a fene van akkor, ha ez igaz? Ugye röviden elmondom a cikket, amit te is elolvastál, ugye arról szól, hogy van egy kutatócsoport, akik azt gondolták, hogy nagy koncentrációjú C-vitamint fecskendeznek rákos kísérleti alanyok vénájába, és az eredmény állítólagosan elsöprő volt. A C-vitamin hatékonyan semmisítette meg a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket érintetlenül hagyta. A BBC News is hírt adott a tényről, hát egész egyszerűen azt mondták utána, hogy a C-vitamin potenciálisan rákölő tulajdonságokkal rendelkezik, és tovább kéne vizsgálni, viszont valószínűtlennek tartják, hogy további kutatások alá vessék a C-vitamint, mert hogy a gyógyszergyárak nem szabadalmaztathatnak vitaminokat, és mi lenne így a milliárdos iparággal, ugye a rákiparággal. Erről szól a cikk, és akkor itt még különböző kutatóorvosok egyébként megszólalnak. Ezt a cikket te is olvastad, ugye? Most, igen. Most, igen, a kezedben nyomtam. Első hallásra mit szólsz hozzá? Több mindent, az egyik a szabadalmaztatás, ez valóban érdekes dolog, mert természetben lévő anyagot nem lehet szabadalmaztatni. Az oxigént, a vizet, a C-vitamint nem lehet levédeni, így nem lehet igazán nagyot keresni rajta. Nem véletlen az, hogy a gyógyszergyárak igazából nem foglalkoznak vitaminokkal, ez az egyik dolog. A másik, azt gondolom, hogy igaz, amit a cikk mond egyfelől, másfelől viszont azért óvatosságra inteném az embereket. A C-vitamin elképesztően jó hatással bír a szervezetre. De valakinek azzal áltatni magát, hogy a C-vitamintól meg fog gyógyulni a rákból, lehet, de ezzel nem szabad áltatnia magát, mert csodaszerek nincsenek. Most hogy van az akkor, vagy azt mondani nekünk, hogy különböző táplálkozás kiegészítő szereken, vitaminokon van egy úgynevezett RDA mennyiség, ugye? Amit valaki valamikor egyszer belőtt. Na most, ha jól emlékszem, például itt a C-vitamin az valami megdöbbentően alacsony, talán 60 mg per nap. Amiről most már azért rengeteg ország, rengeteg kutatója, rengeteg tudományos folyóirat, mindenki bebizonyította, hogy ez nagyjából ahhoz elég tényleg, hogy legyen erőnk mondjuk létezni. És ezeket az adagokat mégsem emelik föl. Sőt, mitől például a C-vitaminnál is van egy olyan lobby, vagy azt hallani, ami most vagy igaz, vagy nem, ezt mindjárt megválaszolod, hogy túladagolható, hogy vesekövet okoz, hogy vigyázzunk vele, hogy ne adjunk túl sokat magunknak, se a gyereknek, és az ember kapkodja a fejét, és nem tudja, hogy mit csináljon. Féljen a C-vitamintól, ne féljen, sokat szedjen, keveset szedjen. Miért 60 mg például a napi megengedhető mennyiség? Ezt kitalálja ki? Ezt tudatosan tartják lenyomva? Direkt nem emelik föl? Ahhoz, hogy ezt a kérdést jól meg tudjuk érteni, hátrébb kell lépni néhány lépést. Mert amikor az ember benne van a dologban, akkor nem lát világosan. Ugye azt mondják, nem látja a fától az erdőt. A legjobban egy olyan ember tudná ezt megítélni, vagy egy olyan lény, aki egy másik bolygóról érkezik, és megnézni azt, hogy működik ez a Föld. És ha hátrébb lépünk néhány lépést, akkor azt látjuk, hogy a múlt század elején két párhuzamos folyamat zajlott. Akkor még volt finanszírozott alapkutatás, ami azt jelenti, hogy nem kell azonnal pénzt hozzon a kutatási eredmény, és a nagy tudósok, többek között Szent Györgyi, Linus Carl Pauling és mások összeraktak egy nagyon stabil, megbízható képet arról, hogy hogyan lehetne az emberiség egészségi állapotát jelentős mértékben megjavítani például vitaminokkal. De ugyanebben az időben erősödött meg a gyógyszeripar is. És ez két ellentétes érdekű csoport. A gyógyszeriparnak nyilvánvalóan nem érdeke, hogy mindenki makkegészséges legyen, mert akkor nem tudja eladni a gyógyszereit. És elindult egy nagyon kemény harc, egy lobby tevékenység, amiből a gyógyszeripari maffiának szoktam hívni, került ki győztesen. És
törvényeket hozatnak a vitaminok, a szedhető vitaminok mennyiségének korlátozására. Az Európai Unió az teljes mértékben befeküdt a gyógyszermafia ágyába. De pont például, bocsánat, hogy szabadvágok, hogy a C-vitamin esetében azért nincsen meghatározva az, hogy te mennyi C-vitamin szedhetsz. Tehát egy szabadon választott, opcionális dolog. Hiába ma meghatározom, mondjuk ez a 60 mg-os RDA szám, hogyha én például 250 mg-ot szedek naponta minimálisan, ha pedig beteg vagyok, akkor ennél pedig többet. Ráadásul ugye itt egy olyan vitaminról beszélünk, ami annyira triviális, annyira hétköznap, annyira mindenki hozzáköti az egészséget, hogy ezt adott esetben zöldségekkel is bevéheted. Igen, egy nagyon kitartó és nagyon elszánt ember zöldségekkel is be tudja vinni. Adok adatot. Tehát a számítások alapján azt lehet mondani, hogy egy embernek a testsúlykilóra lehet jól megadni. A minimális napi C-vitamin szükséglete az 30 mg egy kiló testsúlyra. Tehát egy 2 kilós embernek tökéletesen elegendő a 60 mg. Mondjuk egy 50 kilósnak, ha megszorzom a 30-at 50-nel, akkor az 1500 mg másfél gram. Egy 100 kilós embernek 3 gram. A minimális C-vitamin igénye, amivel a szervezet nagyon jól tud működni. Na most, ha gyümölcsel próbáljuk bevinni, akkor vegyünk mondjuk egy 33 kilós gyereket, az ő C-vitamin igénye 1 gram, 1000 mg. Neki naponta egy másfél kiló paprikát kell elmajszolnia az uzsonnájához. Tehát szinte képtelenség. Tehát szinte lehetetlen. 2,5 kiló citromban van, 1 gram C-vitamin, 2,5 kiló eperben, 10 kiló megyben és 20 kiló almában. Okay, akkor kik azok, akik megállapítják ezt a mennyiséget? Tehát ki az, akkor az RDA megállapító bizottság, most nyilván teljesen laikusan kérdezem, ott vannak a gyógyszercégek képviselői, akik azt mondják, hogy ne szedj többet 60 mg-nál, legyen ennyi az ajánlott mennyiség, hiszen ha túl sokat szedsz, akkor nem biztos, hogy az jó nekünk, hiszen egészséges leszel. Ez az ajánlott napi adag az úgynevezett világkereskedelmi szövetségtől jön, aminek tagjai a legnagyobb gyógyszeripari cégek. És ők finanszíroznak egy bizottságot, csak nem akarok túl sok idegen szót. Táplálkozási szabályok gyűjteménye, az a neve magyarul ennek a bizottságnak, hivatalosan Codex Alimentariusnak hívják, és ezen a csoporton keresztül hozták nyilvánosságra, illetve erről tették be a társadalmakba az ajánlott napi adagot, amit át lehet lépni, de a hatóságok általában az ő szubjektív megítélésük szerint meghúznak egy limitet, hogy meddig engedik forgalomba hozni, és vannak olyan törvények, amelyek szerint például komoly korlátozást kell ráírni az ilyen vitaminkészítmények címkéjére, hogy az ajánlott napi adagot ne lépje túl, és a hatóságok ezek a hatóságilag nagyon figyelnek. Igen. Régen én azt írtam, aztán meg is támadtak, én azt írtam, hogy hatóságilag kötelező, de teljesen értelmetlen figyelmeztetés, 2. Így volt a címke kinyomtatva a nyomdába. Ezt imádták a vevők, a hatóságok kevésbé. De akkor ugyanakkor miért hallja az ember azt, például a C-vitaminnál, hogy ha túl sokat szedsz, akkor az felhalmozódik, vesekövet okoz, vigyázzál, hogy ne szedjél túl, akkor ez is egy lobby, vagyis ez is egyfajta üzenet, amit el akarnak hozzánk juttatni? Én azt látom, hogy a gyógyszermafia stratégái és PR szakemberei a legprofibbak a világon. Elképesztő tudással, szakértelemmel rendelkeznek. Ha mindezt jó célra használnák, akkor nagyon jó barátságban tudnék velük lenni. Nagyon tudatos és nagyon ügyesen gerjesztett propaganda van a vitaminokkal szemben. Ez a mese például, hogy a C-vitamin vesekövet okoz, akkor a kecskének hatalmas vesekövek kellene legyen. Hát talán a kecské és az ember szervezet azért nem ugyanaz, nem? Tehát azért, mert a kecskének nincs, az nem biztos, hogy nekünk nem lenne. Én most ezt laikusként kérdezem. Világos. Ez nem így működik, tehát ha egyszer a C-vitamin kicsapódik a vesében, akkor az kicsapódik a vesében, ha ez igaz. És a kecskének nem csapódik ki. Nem, meg hát a többieknek sem. Csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, mert bizonyíték arra, hogy vesekövet okozna, nincs. De csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, majdnem 50 ezer embert vizsgáltak hosszú éveken át, vesekövességre hajlamos korban lévő férfiakat, mert férfiaknál gyakoribb a vesekő, olyanokat, akik az átlagnál jóval több C-vitamint szedtek, közel 50 ezer embert vizsgáltak. És bebizonyosodott, hogy nem okoz a C-vitamin vesekövet, és azt már nem terjesztik olyan széles körben, hogy a modern urológia rájött, hogy éppen veseköves embereknek jócskán megemelt adag C-vitamint kell ajánlani, mert jót tesz nekik, kifejezetten jót tesz. Azért ez döbbenet, amit mondasz. Igen. Az mindegy, hogy milyen alapú a C-vitamin? Tehát, hogy természetes vagy művi előállítású?
Nem mindegy, mert nagyon kevés ember tudja megfizetni a természetes citromból. Hát 2,5 kiló citromból lehet kinyerni egy grammot. Tehát én azt látom, hogy amit természetes C-vitaminként állítanak be, az az esetek többségében kamu. Aha. Vagy akkor egyetlen egy kapszulának sok száz forintba kellene kerülnie. De akkor jó a szintetikus is. Tökéletes. Hát Szentgyörgyi Albert éppen azért kapott Nobel-díjat, többek között azért kapott, mert lehetővé tette, hogy előállítsuk a C-vitamint nagy mennyiségben. Egyébként kukoricagrízből állítják elő, többé-kevésbé természetes lépésekkel, csak nagyüzemi keretek között. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy a szintetikus C-vitamin az olyan, mint egy nejlonszatyor, tehát műanyag, akkor téved, pontosan ugyanaz a kémiai szerkezete, mint ami a gyümölcsökben van, csak más módon állítják elő. És a szervezet ugyanúgy fölismeri, és ha én bemegyek a patikába és veszek aszkorbinsavat, mondjuk 50 grammot, és abból megeszem napi 1 grammot, akkor azt a szervezet ugyanúgy fölismeri és beépíti. Tökéletes. Mert az volt, hogy egyél hozzá narancsot, ugye? Vagy igen, hogy együnk hozzá valami természeteset, mert akkor a szervezet jobban fölismeri és felszívódik. Ez egyébként nem butaság, tehát ha az ember eszik növényeket, gyümölcsöket, akkor abban vannak olyan egyéb kísérő anyagok, amik még feljavítják a C-vitamin hatását, például a bioflavonok. Mert nehogy most kiderüljön, ez nem igaz, már hónapok óta ezért iszok reggelenként citromlet, mert a Balázs ezt behozta. Én hoztam egy elméletet. Olvastam egy ilyen tudományos folyóiratot, hogy ha te aszkorbinsavat szedsz, akkor igyál hozzá egy deci narancslevet, mert a szervezet az aszkorbinsavat igazibb C-vitaminnal jobban felismeri és jobban beépíti az aszkorbinsavat plusz a narancsban a C-vitamin. Ez annyiban nem igaz, hogy nem a narancsban lévő C-vitamin az érdekes, hanem a kísérő anyagok. A kísérő anyagok. Szentgyörgyi is észrevette azt, hogy bizonyos esetekben a C-vitamin nem hatott olyan erőteljesen, mint ahogyan az elvárható, és akkor fedezték fel a bioflavonoidoknak nevezett anyagokat, és amikor ilyet is adtak mellé, akkor a C-vitamin kiváltotta a kívánatos hatást. Tehát inkább a kísérő anyagok és nem a C-vitamin a fontos, ami a narancsban található. Azt elképzelhetőnek tartott, hogy bizonyos érdekköröknek mondjuk az útjában áll azon fiókok kinyitása, ahol lapulnak mondjuk ellenszerek akár a rákra. Tehát lehet, hogy valamelyik fiókban ez már megvan. Lehet, hogy akár ez a nagy dózisú C-vitamin egyébként emberek millióit menthetné meg éveken belül, ha mondjuk kutatásokra adnának pénzt, szabadalmaztatni tudnák, és nem attól félnének, hogy elvesztik a profitot? Tehát lehet már egy létező ellenszer valahol, amit egész egyszerűen nem engednek kereskedelmi forgalomba? Vagy megakadályozzák, vagy lassítják? Nincs létező ellenszer a rákra, a létező ellenszer az a lelki okok kezelése. Uh-huh. Tehát nincs ilyen, én nem tudok róla, hogy lenne ilyen eltitkolt csodaszer. Én azt mondom, hogy nincsenek csodaszerek. És én, ha eléggé mélyen beleástam magam ebbe a témába, azt látom, hogy a gyógyszeripar elsősorban nem azzal operál, hogy eltitkoljon már működő gyógyszereket, ennél sokkal okosabbak, sokkal profibbak. Egy átlagos társadalomban az emberek maximum 20%-a beteg. Van 80% egészséges. Lehetne stabilizálni ezt a 20%-ot, hogyha eltitkolnának működőképes gyógyszereket. Nem ezt csinálják, kinyúlnak a 80% felé, és a kis gömböc megy és bekapja a 80%-ot. A cél sokkal inkább az, hogy az egészséges emberekkel is gyógyszert szedessenek. Én Amerikában jártam, bocsánat, és láttam egy olyan reklámot, hogy megdöbbentő volt, én nem tudom, hogy ezt az Unió engedi, nem engedi, Magyarországon még nem láttam ilyet, az arról szólt, hogy te most még egészséges vagy. Pontosan. De kezd el szedni, pontosan. És így álltam a tévé előtt, és nem hittem el, kezd el szedni, hogy majd, ha esetleg később problémád lesz, ne legyen, vagy később jöjjön, nem tudom milyen szer volt, és azt állította a reklám, hogy már most kezd el szedni egészségesen, hogy később nehogy ez a betegség megjelenjen. Pontosan, ilyen reklámot beszélek. Én még Európában nem látok, de hogy egészséges emberekben erősíti kvázi tulajdonképpen a később megjelenő betegség tudatot azáltal, hogy az egészséges emberek lelőnek. Hát ugyanezt mondott te pontosan, is. Pontosan, most ott már megy egy olyan kísérleti projekt, hogy tesztet iratnak az édesanyákkal, és ha a tesztből arra lehet következtetni, hogy majd a születendő babának esetleg valamikor lehet majd elmezavara egy teszt alapján, akkor a mamát elkezdik pszichiátriai gyógyszerrel a terhessége alatt kezelni, és a babát a születésétől gyógyszerre állítják. Ott egy ilyen kísérleti projekt, igen. És erre emberek elmennek, és ebben részt vesznek? Nagyon könnyű megetetni egy édesanyát. Egy édesanyának mi a legfontosabb? Egy terhes asszony, egy várandós asszony, hogy nagyon érzékeny, hát állandóan azon aggódik, hogy meg lesz a gyereknek minden újja, de érthető.
ez egy vérmarker alapján, egy teszt alapján? Egy tesztet csinálnak, igen, egy tesztet töltetnek ki, és a kérdések alapján arra következtetésre jutnak, hogy igen, lehet a későbbiekben pszichiátriai érintettség, akkor elkezdik a terápiát már méhen belül. És hát ez egy okos trükk, ilyen például a koleszterin biznisz. Hatalmas. Annyira okosak, pontosan ki lehet számítani, van egy 10 főből álló bizottság, aki a koleszterin szintet jóvá hagyja. Ez nagyon fontos, hogy az emberek megértsék a koleszterin, amikor azt mondja az orvos, hogy magas a koleszterin szintje. Valaki által jóvá hagyott, miért akkor szerinti? Nem a normál koleszterin szinthez, hanem az úgynevezett célérték. De ezt a célértéket egy bizottság állapítja meg, amelynek a tagjairól kimutatták, bebizonyították, hogy 8 közülük nagyon erőteljesen kötődött bizonyos anyagi érdekekhez. Bizonyos lobby körökhez. Pontosan ki lehet számítani, hogyha a koleszterinnek az úgynevezett célértékét csak 1/10 lejjebb viszem, az hány millió fogyasztót jelent a döntés másnapjától. Sok esetben cukorbetegek, magas vérnyomás, hogy sohasem látok konkrét gyógyulást. Azt látom, hogy beállítanak valakinek egy gyógyszert, elkezdik kezelni a tünetet, és ahelyett, hogy a valódi okot egyébként megfejtenék és megtalálnak, egyfajta tüneti kezelés zajlik. Tehát nem látok, vagy csak nagyon ritkán meggyógyult cukorbeteget, meggyógyult magas vérnyomásos, csak beállítanak, ráállítanak egy gyógyszer, és szeded életed végéig. De ez nem az igazi gyógyítás, nem? Hát, ez csak egyfajta tüneti kezelés, amit a nyugati orvoslás sokszor csinál, de ettől effektíve nem biztos, hogy a beteg igazán gyógyult lesz, és mondjuk még él 30 évet mindenféle gyógyszer nélkül. Nem ez van sokszor? De, ez van. Itt megint, ugye én nem szeretem elvetni a súlykot. Annak, hogy egy cukorbetegnél, vagy egy magas vérnyomásos betegnél beállítják, és egy normális szintre be tudják állítani a vérnyomást, vagy a vércukrot, annak van határozott haszna, ami megnöveli az ember élettartamát. Tehát nem szabad ezt kidobni a szemétre, de amit mondasz, az teljesen igaz, nem gyógyulnak meg az emberek. Hát én éppen ezért hagytam abba a belgyógyászkodást, amikor erre rájöttem, hogy gyakorlatilag csak beállítunk embereket gyógyszerekre, és gyakorlatilag életük végéig tartó gyógyszerszedésre ítéljük őket, akkor úgy gondoltam, hogy ez olyan valami, amivel én nem tudok azonosulni. Noha ez a konkrét haszna, amit említettem, megvan, de én is kevésnek tartottam ezt, ezért indultam el más irányba. Na most mondjuk egy felnőtt ember, hogy akkor nézzünk konkrét adatokat, mondjuk például C-vitamin. Azt hallja az ember, hogy 60 mg, nyilván azért azt már a legtöbb ember tudja, hogy kevés. Van, aki 200-szer, 400-szer, csak körülbelül mondjuk te egy 80 kilós felnőtt férfinek mit mondanál? Hát amit mondtam, egy 80 kilós, 30-szor 80, az ugye 2400, tehát egy 2,5 gram, ez a minimális igénye. Most és a C-vitamina... mondjuk egy 100 kilós ultrafutó, az 3000. Új emberként megjelenő. Most az a baj, hogy bemész a patikába, már az 1000 milligramosra is azt mondják, hogy hú, az azért komoly, hogy te 1000 milligramot szedsz naponta, te ezzel ellentétben azt mondod, hogy 3000-et szedsz. Míg orvosok veled szemben azt mondják, hogy nehogy. És jó lenne, ha írnának levelet, és ti ketten egyszer beszélgethetnétek akár itt a élőadásban, mert nagyon sok orvos azt mondja, hogy ne, amiről ugye beszéltünk visszakanyarodva a beszélgetés, hogy vesekő, hogy kicsapódik, hogy nem jó, hogy kipisilhet, hogy fölösleges, hogy megterheli a szervezet. Tehát könyörgöm, ugyanarról a dologról beszélünk. Egyik oldal, amit te mondasz, a másik oldal, amit ők mondanak. Igen. Ugyanarról a vitaminról. Két teljesen ellentétes, egymásnak nagyon ellentmondó vélemény. Azt hiszem, hogy van valami, ami jó kapaszkodóval szolgálhat. Hogy C-vitamin tulajdonképpen csak... meg nem halt bele senki. Igen. Mondjuk, hogyha valaki nagyon sok C-vitamin, túlzottan sok C-vitamint vesz be, akkor jó a fürgék a lábai, mert akkor hasmenése lehet. Tehát ez... Na, de van egy fontos kapaszkodó. Mert ez mind duma. Jó, nem jó. Érvek, ellenérvek. Tényleg össze lehet zavarodni. Engem egyetlen egy dolog érdekel, az eredmények. Én 10 éve csinálom azt, amit csinálok, és megállapítottam egy nagyon egyszerű szabályt, és ez a lényeg. Ha valaki megfelelően alkalmazza a vitaminokat, akkor határozott, egyértelmű, jól észrevehető életminőség javulást fog megtapasztalni. Azt kell megtapasztalnia. És ha vannak emberek, én kaptam több mint 50 000 levelet, kézzel írott levelet, amiben az emberek ennek az életminőség javulásnak a megnyilvánulásairól írnak, ez egy kézzelfogható valami. Jobb lett az élete? Jobb lett az élet. Akkor ez valamit jelent. Igen. Én ezt az egy kapaszkodót. Írják már, hogy ez a reklám, ez van Magyarországon is egyébként, amit mondtam. Erhes nőknek a
hogy bizonyos dolgot szedjél, mert akkor később majd nem lesz ez, vagy az. Én ezt nem mondom, nem mondjuk konkrétan. Csak hogy ez a típusú reklám, ez már mi az anyagnevét, igen, magát a cikk, igen. A forsav az valóban, ez bizonyított, hogy van egy olyan terhességi rendellenesség, hogy velőcső záródási rendellenesség, vagy nyitott hátgerinc. A forsav valóban megelőzi ennek a, különösen, hogyha már a várandóság előtt szedik. És másik nagyon fontos kérdés, hogy a csipkebogyó pálinkában van-e C-vitamin. A lepárlással az elmegye. Hát az, a C-vitamin az 60 fok fölött elmondni. Ez nem szerencső. Szent Györgyi mennyit nyomott? 6000-et, 8-at, 10-et, 5-öt? Mit mondott? Hosszan kísérletezett, ő sokáig 1-2 grammot szedett. Uh-huh. És aztán... nem mindig vidám volt az ő. És aztán megemeltem? Azt nem tudom, azt nem írt a kutatásaiban. És egyszer tüdőgyulladást kapott, 80-valahány éves volt, és nagyon nehezen épült fel belőle, és akkor emelte meg, kísérletezett, és megemelte az adagját 8000 milligramra, és viharos sebességgel felépült. Ezt leírja az irataiban. Elképesztő egyébként. Ugye szokták őt támadni, ezt a C-vitamin kúrát azzal, hogy állítólag ő rákban halt, meg ez igaz? Nem tudom. Te mit látsz 100 év múlva? Mi lesz? Valaki egyszer csak megjelenik, és azt mondja, gyerekek, nincs rákos ember a Földön, meg tudunk gyógyulni, és ez egy természetes anyag lesz, vagy a gyógyszer cégek, a lobbik, a különböző érdekkörök 100 év múlva is majd pont azt fogják tolni, ami nekik az érdekük, és nem nagyon fogunk tudni ebből meggyógyulni. Tehát ez egy velünk született és velünk meghaló dolog, például a rák, vagy van arra esély, hogy egyszer csak tényleg valaki előáll, és azt mondja, hogy na, itt az ellenszer. Szabadalmaztatjuk, és emberek milliói gyógyulnak meg. Nem lesz ilyen ellenszer. Nem lesz. Nem lesz ilyen ellenszer, amikor csak beállok a sorba, benyomják a karomba az injekciót, is elmegyek boldogan. Nem lesz ilyen ellenszer. A rák azért alakul ki, mert valaki valamit elrontott az életében, és azt a dolgot helyre kell hoznia. De hogy mi lesz a vége, hogy a gyógyszermafia fog uralkodni, vagy ez a fajta szemlélet, amit például én is képviselek, erre azt tudom mondani, hogy ez olyasmi, mint a mint egy birkózó mérkőzés, ami még baj. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Megmutatom nektek, milyen képet küldött az egyik hallgató. Én, mert hogy imádom őket tényleg, hogy olyan dolgokat vesznek észre, meg olyan dolgokra figyelnek föl, ami szinte lehetetlen. Ugye van egy M3 nevezetű csatorna, és ott mennek ugye mindenféle ilyen retro adások. Ott. Ó, oh, gyerekek! Hátja úr is, te kellemetlen. Rendesen nyisd már ki az ablakot, rendes le. Várj, ennél nagyobban nem tesz. Itt van. Mi volt annak a szörnyű válbetegségnek a neve, ami miatt a bal vállad gyakorlatilag akkorára nőtt, mint a növény Norbert. A fotó látszik Rózsa György. Gyönyörű nyakkendőben, de nagyon dizájnos ingben. Ahhoz képest ez milyen régi ez a fotó. Egészen jóvágású gallérú ingben egyébként. Minden nagyon szép. Talán az zakó is két gombos, tehát nagyon szép nyakkendő, jó, a szokásos mosolyával, és a háttérben pedig feltűnök én, 12 évesen, meglehetősen durcás feje, hosszú függöny hajjal, hát a Kázió az nem hétzenés, azért azon látszik. Az ingre hívnám fel. Is van. Az ingre hívnám fel a figyelmeteket. Az előremutató. Azért az ott van. Rettenetesen durcás fejjel ülök Rózsa György mögött, egy tévé felvételen, gyerekek. És erősen kell, mondjuk a kislány mögöttem már szintén oxigénhiányos állapotban van. Ő neki már felakadt a szeme. Neki már néha is. Neki már felakadt a szeme. Na? Hát ez, figyelj, ez nagyon ott van. Ez nagyon ott van. Nézem. Nem tudom, bele a kamerába. Miért voltál durcás? Mert még akkor nem volt 45-ös a karod, mint amekkora kar kell egy ilyen újba. Mert hogy egyébként ez, én nem tudom, mintha apától volt, vagy örökölted. Vagy... Az inget? Aha. Mert mi egyébként még másfél olyan kar belefért volna, mint a tied. Jó, egy picit bő újjú volt az az ing. Itt már birkóztál? Itt már egyébként igen. Aha. Nyakig begombolva az ing, tehát szigorúan nyakig begombolva. Rózsa György mögött, ráadásul mögé ültettek, érted? És van a szememben egy ilyen kis féltékenység, hogy nézem a mestert. Egy dac, egy harag, egyfajta lenézés. Majd én megmutatom. Egyszer nekem is lesz egy ilyen műsorom. Lebigyedő száj, egy kicsit az az üzenet, igen, hogy mit keres itt ez a bácsi. Igen. Ugye? És ott az anyajegy. Nagyon komoly. Tényleg. Ott, aha. Ott van. Hát, hogyha ha bizonyíték hiányozna, akkor az anyajegy, ez ott van.
Haj, azért egy jó fodrász, azért ez is el kellett volna, nem? Jó, föltesszük a Facebookra, most egy kicsit olyan dolgokról beszélünk, amit ha valaki nem lát, nem akkor élmény. Látni fogjátok, én azt gondolom, hogy ez több ezer lájkot fog szülni ez a kép, és remélem minél több megosztást. Igen, mögöttetek, vagy mögöttem a kislányt azért ajánlom mindenki figyelmébe, hogy már ő sincs teljesen jó, vagy, vagy nem engedte ki minket, és már nagyon kellett pisilnie, vagy 8 órát ültünk benne, és boxig. Kislány az kifejezésen az, hogy úristen, de fáradt, de fáradt. A kislány úgy néz ki, mint az Airplane-ben, akinek gitároznak, és kiütik a, kiütik a karjából az infúziót, amin keresztül egyébként. Levegőt. Figyelj, nagyon jó. És te, Rózsa György az kifejezése a standard, az ugye azért megvan az a fajta kajánság. Hát aki 30 éve ugyanaz az arca. Igen. Ő mindig ilyen kaján volt. Hogy mi a fenét csináltam? Elvittek ilyen csoportos tévéfelvételre? Vagy mi volt ez? Hát csak gyerekek vannak, ugye ugyanolyan korú gyerekek vannak mindenütt. Nem osztálytársai? Nem, megnéztem őket, ezek nem a nyolcadikos osztálytársai, őket imádom, meg név szerint tudom mindegyiket. Ez ilyen 500 és 1000 forint közötti tapsoltatás volt szerintem. De vere! Nem egy fagyiért. Ez szerintem simán. Anyámék elküldtek? Gyerekmunka. Elküldtek gyerekmunkára, hogy menjek el. Látták valaha hirdetést az Expressben? Figyelj! Televíziós műsor felvételre keresünk közönséget. És beültettek. Megkaptam a kis 600 forintomat, mondjuk akkor az nagy pénz. Ugye már a játszóteret vigyük be. De hogy volt, hogy az MTV akkor iskolákból töltötte föl a közönséget a leglegre? Vagy mit csináltak akkor? Nem emlékszem erre. Ti nem voltatok ilyen TV felvételen, vagy nektek nem kellett menni? Nem, mi voltak ismerősök a lányok meg a srácok, nem a birkozó klubba. Edzettetek? És a kislány se kislány volt. Igen, egy bajszos kisfiú, hogy Ákosnak hívták, csak hosszú haja volt. Új kígyósok, hogy jutottunk volna el a magyar televízióba? Nem volt ilyen, hogy ilyen gyárlátogatás a magyar televízióba kellett menni? Nem voltatok ilyen tévés helyüttel? Nekem valami rémlik, ahol gyufából kirakták a parlamentet, és szerintem azon ültem én ott, valahol kint a Kunigundán, és ez szerintem ott készült ez a kép. Nekünk volt egyszer egy ilyen, néztük a tévét, és ki volt írva, hogy live. De hát nyilván nem volt kiírva, de tudtuk, hogy élő felvétel folyik, és azt mondja, hogy szegény Antal Imrével volt valamilyen kívánságműsor jellegű történet. És hallod, most van a felvétel, menjünk oda, benne leszünk a tévébe. Hárman mentünk el, és utána vissza is tudtuk nézni tévéből, meg volt, aki jelezte, hogy jaj, láttalak benneteket, annyira jók voltak, nem történt semmi. Szegény Antal Imre valamit konferált fel, és mindenki körülötte a kamerában nézett és integetett. Senkit nem érdekelt, hogy mit konferált, senkit nem érdekelt a műsor, az összes ember, aki körülött állt és irgalmatlan élvezte a tévéfelvételt, az csak integetett be a kamerába, a rokonokra, meg a haveroknak. És az volt a debütálás. És visszanéztem? Persze. Igen? Persze. És azt láttad, hogy ott és azt láttuk, hogy ízjel, hogy ott van. Az a tényleg csak a félfleáci. Ott vagyok. De mi nagyon visszafogottan ülünk. Itt ránk lett pirítva. Tehát itt nem volt integetés, meg nem volt semmi. Itt volt egy stage manager, aki gatyába rázott benneteket. A műsort nem lehet kikérni, hogy mégis mi volt, mert lehet, hogy többször magadnak is mutatnak, amikor boldog arccal ülsz, amikor vidám vagy, és együtt nevetsz Rózsa Gyurival. Hogy kacagba csapkodjuk a térnyőn. Igen. Milyen durva lenne olyan felvételek lenni, hogy ilyen horgászbottal próbáljuk megpiszkálni a fülét, és beleakad a horog. Igen. Beleakad a horog a fejébe. Nem tudom, hogy mikor látta ezt a hallgató, aki elküldte nekünk ezt az e-mailt, de nem háromtól, szerintem ki lehetne kérni a barhívból, hogy még ott mi történt ebben a műsorban. Volt-e valami közönségverekedés, kivezettek-e ott egy diákot, de az a baj, hogy semmire nem emlékszem. Hát szerintem ezt el kellene menteni. Hát ez gyakorlatilag az első dokumentált televíziós fellépésed, nem? Itt kaptam fényt? Igen. Ez volt az első alkalom. Most már azon gondolkodtál. Azért egy vagyok ilyen durcás, hogy... Van, egy picit. Komolyabb témákkal is fogunk foglalkozni a Balázs Show-ban. Jó, nem csak ilyen egy műsor lesz. Ha ilyen buborékot kéne rajzolni, az egyszer lesz egy saját műsorom, úgy hívják majd Balázs Show. Igen, az abszolút ez van. Undorító ez a popkultúra. Csak a minőség jár az eszemben. De fölkértek egy iskolát, és beültettek oda a gyerekeket 4-5 órára. Hát milyen sport, hogy spórolt az MTV? Hát figyelj, de aki akadt szemű kislány, aki ördögözés előtt áll, ő ismerős volt, nem iskolatársad volt? Nem, megnéztem, nem tudom. Lehet, hogy csak én mentem egyedül egyébként. De hát nem, akkor ha sulival mentetek volna, akkor ott az egész osztály megy. Ő anyádék tettek oda be. Igen. Kész.
te nem mentél, vagy nem vittek titeket is? A pesti gyárlátogatás az MTV központjában, a Kunigunnal, vagy akkor még ugye a központi tévében nem volt ilyen? Békés Csabára nem jutottunk be a lovasszekérrel, nem Pestre. A Békés Csabai televízióban nem volt ilyen nagy? Akkor még nem volt olyan. Nem volt még semmi? Ahogyis nem. De ilyen az országos matek versenyen szerzett zsinórban 5. győzelmed, vagy a bajnoki címek, azok semmit? Tehát nem vittek fel a parlament? Ja, az egyfagyi. Én a parlamentbe se jutottam be, később mehettem már. Nem volt. Nekünk pesti osztálykirándulás nem volt. Salgótarjánban voltunk, ott se volt helyi televízió, és egyszer Zánkára eljutottam, de az is az Ifjúság és Úttörő zenekarral volt. Voltam a parlamentben egy télnap ünnepségen. De basszus, te miért jutottál el oda? Én nem tudom. Én nem megtettem azért, hogy elég proli legyek, hogy elvigyenek, meg elég hátrányos helyzet, de pont azon a határon megálltam. Nem tudom. Arról nem szólt, el soha. És akkor még nem is tudom, mi tényleg nem is Mikulás ünnepségnek mondták, hanem télapó ünnepség volt, és arról szólt, hogy bemertünk a parlamentbe, ott föl volt állítva valami fa, és arra emlékszem, hogy úgy köszöntöttek minket, hogy köszöntünk itt mindenkit, és nagyon örülünk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek is ide eljutottak. És ott ültem, és nem értettem, de nem tudom, hogy hogy kerültem oda. De én nagyon fura helyekre kerültem gyerekkoromban, és mindenkinek osztottak párnát, mert a párnára ülhetél, mert jéghíd lépcsőn meg a kövön ültél. És tudom, hogy nekem nem jutott már párna. Úristen, és jött. Érted már, hogy miért? Jaj, Istenem. Nem jutott párna, és tudom, hogy egy órán keresztül ültem a nagyon hideg kövön, és rettenetesen fáztam, és nagyon irigykedve néztem azokat a gyerekeket, akik párnán ülnek. Majd kiszólítottak mindenkit, és... És volt ilyen, hogy bejött Jeli Stratov Szergej, és azt mondta, nu gyerekek, jönni gyédmároz, remélem jól érezni magatokat mind. Elmondom, mi volt, amire emlékszem, megjött a Mikulás, kihívott random módon néhány gyereket, nem voltam közte, de nem kapott mindenki ajándékcsomagot. Tehát bendült 300 gyerek, és kapott mondjuk 15. Nem értettük, hogy mi alapján. Leadtak a Nupagagyiból két részt. Nupagagyiból lement két részt, majd visszaadtad a párnát, és hazamentél. Hidegkövön ültem, nem volt párnám. Biztos, hogy visszaadtad? Ja, neked is volt. Nem kaptam ajándékcsomagot, nagyon fáztam, és hazamentem. Mert túl jól öltözött voltál. Az nem is igaz, hogy a hátrányos helyzet, nézd, milyen függöny haja van. Milyen menő az inget. Igen, már jönnek az SMS-ek, menő az inget, Bali. Bakker, te ölni készültél. Nagyon buta. Szóval télap ünnepség, Mikulás ünnepség, semmi erre nem volt soha? Nem, a faluban volt. Nekünk persze, hát olyankor ugye már nem lehetett áramra világítani, mert nálunk még nem vezették be, a kis ilyenek voltak, nem le, elhülyéskedj. Hova jutottunk volna? Semmi. A faluba, bementél az osztályterembe, és akkor jött egy ilyen szánalmas Mikulás, akiről mindig tudtuk, hogy kicsoda vagy a portás bácsi, vagy a karbantartó. Menő években. Nem tudom, hogy melyik volt a meghitt, aranyos, kedves a portásbácsi, hogy nekem ülsz a hidegkövön, köszöntjük a hátrányos helyzetű gyerekeket, egyébként nem kapsz ajándékcsomagot, nincs párnád, megnézek két Nupagagyi részt, majd hazamész. És sodródsz ki a gyerek tömeggel, és nem érted, hogy hol voltál. Tehát mi ebbe a jó? Miért voltam itt? Mit csináltam? Miért adtak ide be? Miért vagyok büntetésben? Lehet, hogy ilyen jobb volt egyébként. Sokkal, és mi kaptunk ajándékot is. Vagy almát, vagy szalmabálát, ez a kettő. Jó volt a tanai ország. Pedig egy darab szalmabála. Így van. Szajándék van. Nézd, ez pedig vetési burgonya. Balázs olyan vagy ezen a képen, mint egy gyerekfilm gonosz főszereplője. Zsolt küldte nekünk. Bali, már akkor is bukszaszájú voltál. Jó gyerekek, hát most, de ezt őszintén felvállalni, ez sokkal jobb egyébként, nem? Mindenki nézze már szét a fiókban, hogy mi van gyerekkorban. Nézzétek meg a ruhát, nézzétek meg azokat a farmereket, nézzétek meg azokat a cipőket, érdemes egyébként. Van egy nagyon jó teória, Benjamin nevű hallgatónktól a Facebookon. A Balázs a műsor előtt tudta meg, hogy nem őt választották, a Dawson és a haverok főszerepére. Igen, és nagyon marci lettem. Igen, Bali már akkor is igényes volt a hajad. Látszik, hogy frissen van most. Látod? Nagy betűvel van írva végig. Nem. Azt tudom, hogy kirakták a rohadbányos parlament egy dufából, de hogy édesanyám írt, hogy ő sem emlékszik, hogy valaha lettem volna a tévés felvételen. Persze, nyilván most már tagadja a drága hama. Ők küldtek oda. 500 forintért. 520 és elvették a pénzemet utána, amit megkerestem. Bali, tisztellek, őszinte vagy, de nőiesen durva. A gyerekednek nem utasd meg, Bali, mert beáll automatikusan a sarokba. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rák
Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Magyar lángosról áradoznak egy újabb távoli földrészen, gyerekek. Hát legyünk rájuk büszkék. És az ember, ugye mindig egy... Na, hát erről beszélünk. Na. De jó, jó, már figyelünk. Az ember mindig már egy... volt egy majdnem konf-szerű, felkonferálás-szerű képződmény, jó, ami kicsúszott. Ment, elindult, berúgtuk az autó, de elakadt és visszagurult. Szóval azt akartam mondani, hogy az ember ugye mindig egy picit szomorú, amikor azt mondja, hogy hány százezer magyar van külföldön, és milyen jó lenne ők. Itthon boldogulnának, itthon adóznának, és egyszerűen nem lennének abban a nehéz helyzetben, hogy veszik a sátorfájukat és elmennek. Hát hány ilyen hallgatónk van nekünk is, aki Svájctól kezdve Anglián keresztül hallgat bennünket, és azt mondja, hogy nincs itt lehetősége boldogulni, viszont kint megtalálta. És van most egy ilyen magyar pár, akik egészen Ausztráliáig mentek, hogy hírét vigyék a nagyon híres és népszerű magyar lángosnak, ami egyébként itthon híres és népszerű. Így van. És egyfajta kamikáze akcióval egy street food kocsit csináltak, és az ausztráliai Perthben járják ezzel a street food autóval a várost és lángost, valamint dödöllét készítenek. Dödöllét csinálnak, az hogy fordítani? Mondjuk a lángos se tud nagyon fordítani. Hát... Igen, nem nagyon tudod, autentikus magyar street foodnak fordítják, nem tudom, hogy van-e különösebb neve. És állítólag óriási siker. Hagyományos magyar házias ételeket kínálnak, 9 ausztrál dollárért adják a lángost, a dödölle 10 dollár. Van magyar hot dog? Hát az kérdés, hogy mennyire magyar, ugye azért az nem annyira magyar. Van egy magyar verzió belőle most, de ugye kolbásszal van csinálva, de maga a hot dog alak az nem a miénk. És ugye júliusban már volt a New York Times-nak egy cikke, amikor is bemutatták a lángos truckot, és mi talán beszéltünk is Zsolttal, aki ugye elmondta, hogy New Yorkban lángost árul egy lakókocsiból. És általában imádták az amerikaiak. Nagyon szeretik, többféle ízesítés van, amin kicsit megdöbbentünk, van nutellás lángos is. Nutellás lángos, így van. Szeretik ugye Amerikában az édeset, úgyhogy megy. Lehet, hogy az ausztráloknál is van valami különleges ízesítésű lángos. Mennyi az ausztrál dollár? Most nézem ebben a pillanatban egyébként, 206 forint. Tehát 2800-2000 forintnak megfelelő összegért árulják, így van. És óriási siker, és ez mindig olyan jó dolog, olyan klassz dolog, nem? Amikor így valaki azt mondja, hogy vegyünk egy nagy levegőt, adjuk fel az itteni munkánkat, menjünk ki, és süssünk lángost, lesz, ami lesz, nem? Igen. Nagyon jó, igen. Nagyon jó. Meg ráadásul nem az van, hogy egy picit elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, picit szégyeljük, hogy honnan jöttünk, picit mások akarunk lenni, hanem valami olyan jellegzetesen magyart kínálunk az embereknek, ami egy kicsit így öregbít az országnak a hírnevét is. Meg egy picit megismertet minket, magyarokat is más emberekkel, meg más nációkkal. Nekem ez nagyon szimpi. Igen. Itt van Péter. Perthben van éppen, és most fejezte be a krumpli bucolást. Ott délután 5:30 van. Hello Péter, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Szia. Hello. Éppen most fejezted be a krumpli pucolást, tényleg? Éppen, olyannyira most fejeztem be a krumpli pucolást, hogy 5 percre raktam le a kést, és most már bennülünk a kocsiban, és megyünk a belváros felé, ahol hamarosan árulni fogunk. Na, hát rögtön beszélünk erről is, de kicsit az elejéről indítsuk ezt a történetet, hogy mióta vagytok kint, ki találta ki, hogy pont Ausztráliában menjetek, egyáltalán volt-e bármilyen tapasztalatotok lángos sütés terén? Hát akkor válaszolok az elsőre. Először turistaként voltunk Ausztráliában 4 évvel ezelőtt, és akkor fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy kijövünk. Aztán hát 2 évet vártunk a vízumra, úgyhogy nagyjából 2,5 éve vagyunk itt kint Perthben. Azóta vendéglátásban dolgozunk, előtte is otthon dolgoztam én szállodában, egy vendéglátóipari főiskolát végeztem, úgyhogy nem minden nap sütöttem lángos, de nagyjából azért tudtam, hogy mit csinálok. És akkor fogalmazódott meg bennem igazából, hogy itt kéne valamit csinálni, mert még nincs. És ugye magyarok vagyunk, a helyzet adott volt, receptek adottak voltak, összeszedtük magunkat, és azt mondtuk, hogy belevágunk. Volt bármilyen próbasütés, amikor ti kint voltatok mondjuk turistaként? Vagy vittetek nekik valamit, hogy egyáltalán ízlik-e az ausztráloknak? Mert hát azért nagyon más ország, nagyon más hagyományokkal, hogy mi szeretjük a lángost, oké, de hát ez egy zsíros, nehéz kaja, egészen más dolgokat esznek kint.
Semmi igazából, egyáltalán nem, csak természetesen próbasütést csináltam magamnak otthon, hogy hogy működik, meg ki kellett próbálni magát a trákot, hogy hogy működnek benne ezek a fritőzök, meg hogy működik a grill-lap, meg hogy működik a sütő, mert ugye nem csak lángos csinálunk, csinálunk mást is, dödöllét, és meg ugye említettetek a magyar hotdogot, hát persze a magyar hotdog mint ilyen nem létezik, a kolbász az, ami magyar benne, de például a honlapukon le is írtuk, hogy, hogy a magyar alapokra építünk, de folyamatosan változtatjuk a menüt. Szeretnénk egy kis nemzetközi hangszint is belevinni, úgymond. Aha, tehát akkor egyszer csak megálltatok valahol az autóval, felcsöptetek a kis ablakokat, aztán onnantól kezdve árusítottatok a lángos meg a dödölét. Milyen fejük volt, amikor először ettek belőle? Az az igazság, hogy először a dödölle ment nagyon, ugye, mert a dödölle az valójában egy nyokihoz hasonlított dolog itt, dumplingnak hívjuk. Ami egy krumplis tészta, amit mi megsütünk, meg megfűszerezzük. Ez ment először legjobban. A lángostól egy kicsit így óvakodtak, vagy hát így kérdezgették, hogy mi az, úgyhogy én elneveztem a Hungarian pizzának, tehát hogy a magyar pizzának. Jó, nagyon jó. És te pároddal vagy kint? Valahogy közelebb kellett őket vinni, de őszintén megmondom, hogy itt nagyon mennek ezek a olajban kisütött dolgok, mint fish and chips, meg ilyenek, úgyhogy azzal nincs probléma, hogy mi olajba sütünk ki valamit. Az az igazság, hogy most ugyanannyi lángost adunk el nagyjából, mint dödöllét. Úgyhogy megy, és örülünk neki. És milyen láng? Tehát mit csavartatok a lángoson? Tehát van a sima, hagyományos tejfölös, sajtos tejfölös fokhagymás, gondolom én, de vittetek bele más extrát is, vagy van rajta más feltét? Mi egyelőre annyit csavartunk a lángoson, na most ez egy krumplis lángos, mi ebbe rakunk főtt burgonyát is, de óriásit nem csavartunk rajta, annyi, hogy igen, nálunk is van nukellásban banános lángos, meg semmi köze Magyarországhoz, a lángoson kívül, viszont imádják. Egyébként nem tettem volna fel a menüre, hogyha nem kóstoltam volna meg előtte, és azt mondtam, hogy gyerekek, ez nagyon jó. Én ezt árulni fogom, és tényleg finom ez a nukellás banános kint. Hogy oldjátok meg a tejfölt? Az nincs kint. De van, képzeld el, hogy van kint tejföl, és ugyanolyan jó minőségű, mint otthon. És van belőle zsírosabb, kevésbé zsíros, ugyanúgy lehet venni, literszámra vettük. Most voltunk délután vásárolni tejföl. Csak mert mindenki panaszkodik, aki külföldön él, hogy egy jó töltött káposztát nem tud enni Angliába például, mert nem tudsz tejfölt rátenni. Tudom, egyébként igen, Angliában van kint az öcsém, és ő mondja, hogy sajnos ő nem jut nagyon tejfölhöz. Hát én meg nem tudok neki innen küldeni, viszont itt van, és ennek nagyon örülök. És a kolbászt honnan szerzitek, a magyar kolbászt? A kolbászt azt egy helyi hentestől szerezzük, aki valójában macedón, de volt egy magyar hentese, és megvan neki a tuti magyar kolbász receptje, jó sok paprikával, fokhagymával, teljesen olyan, mint ott. De jó. Nagyon finom, és minden reggel frissen vesszük. Figyelj, egyébként az ausztráloknak van fogalma arról, hogy ti honnan jöttetek? Oké, okay, hogy beazonosítják, hogy hol van Európa, de tudnak rólunk valamit azon kívül, hogy egy pici, apró, kicsi ország vagyunk valahol Európában? Tudják, hogy mi az, hogy Magyarország? Vagy hogy hol van? Meglepő módon nagyon sok ember jön úgy hozzánk, hogy voltak már Budapesten. És ennek én annyira örülök. És mondják, hogy Budapest S betűvel, nem azt mondják, hogy Budapest vagy valami ilyesmi. Mondjuk a lángossal még küzdenek, az Langos, a Dödölle, meg Doodle, meg mit tudom én, már mondták mindennek, de Doodle. Ja, ki van a kis autótokon azért, hogy lángos? Mert ugye mondtad, hogy hát autentikus, mit tudom én, magyar kaja, de hogy kiírjátok így, hogy lángos? Így ki van írva, sőt még fonetikusan is kiírjuk, tehát ezzel az angol fonetikus kiejtéssel mindenki van írva, hogy hogy kell mondani. Ha most így sem működik, mert az emberek 80%-a lángosnak hívja, és akkor elmagyarázom nekik, hogy az valójában a magyar láng szóból ered, és én nem neveztem ezt Léminek, szerintem mert borzasztó után hangzik. Igen, az ugye elég fura, igen. Hogy néz ki egy napotok? Tehát fölkeltek, elmentek bevásárolni, oké, megálltok valahol Perthben, egy kereszteződésben van egy fix helyetek, folyamatosan jöttök, mentek, hogy előre mondjuk otthon megcsináljátok a tésztát, és aztán óránként helyet változtatva folyamatosan sütitek a lángost. Hogy kell ezt elképzelni? Hát ez valójában ez úgy készül, hogy a maga az, amit amikor árulunk, az valójában csak a negyede a munkának, mert a többi az mind előkészület. Ugye a lángos tésztának kelni kell, gyúrni kell, krumplit kell pucolnunk. Most rendeltem egy krumpli pucológépet, mert hétvégenként már rendezvényekre is hivatalosak vagyunk, és például múlt hétvégére 28 kg burgonyát pucoltunk le kézzel. Minden frissen készül a trákba. A lángos tésztát az kora reggel gyúrjuk le. A dödöllével együtt van egy ilyen kis gyúrógépünk, azt beizzítjuk, az 10 kilót egyszerre le tud gyúrni, ártuditúnak hívjuk, úgyhogy ő működik, folyamatosan üzem alatt van. És
amíg el nem indulunk. És akkor elindulunk, az lenne a legszebb, hogyha bárhol meg tudnánk állni, de természetesen itt is azért vannak önkormányzatok, akikkel folyamatosan kapcsolatban állunk, és ők jelölnek ki nekünk helyeket, mi meg vagy oda megyünk, vagy nem. Most jelenleg, ugye itt kerületekre van osztva, ugyanúgy, ahogy Budapest is, jelenleg 4 kerületbe tudunk árulni, plusz vannak hétvégén piacok és fesztiválok, ezekre külön engedélyeket kell kérni. És van olyan, hogy néha menekültek az ausztrál rendőrök elől 100 liter fóló olajjal a trákban, iszonyatos autós üldözés van, mert üldöz benneteket az önkormányzat? Minden nap ezt csináljuk, nem, ilyen még nem volt. Sőt, van olyan, hogy párom a Erikát benhagyom hátul a trakba, még süt, én pedig 20-szal gurulok, és dobálja ki a lángosokat az emberre. Nem, ilyen. Igen, és brutál mordája lő, te pedig elől vezetsz, és jobbról jön, Tom és Jerry Rice film. Egyébként is se könnyű az önkormányzatokkal, egyáltalán nem könnyű, mindenféle előírásnak meg kell felelni, és ez még itt nagyon kezdetleges formában van ez a mobil dolog, ez a food truck dolog, és mindegyik önkormányzat más berendezkedésű, tehát teljesen más követelményeik vannak, úgyhogy néha vicces, mert például az elindulásunk előtti este én még a kocsival feküdtem és segettettem a vízvezeték szerelővel a vízvezetéket, mert még egy mosogatót be akart ragadni az önkormányzat az utolsó pillanatban. Pedig már volt 2, és én mondtam nekik, hogy én berakok akár 10-et is, csak mondják meg, hogy mennyi kell. De jó. Nagyon helyes ez a történet, hogy így mindent az ember egyszer csak fölad, összecsomó, és azt mondja a párjának, hogy figyelj, drágám, akkor most azon, hogy veszünk egy ilyen trakot, kimegyünk lángos ütni. Aztán lesz, ami lesz. És a dolog úgy néz ki, hogy működik. Valójában ez mindig bennünk volt, hogy szerettünk volna egy sajátot csinálni, meg egy food truckot, de azért itt 2 év eltelt azóta, mióta kijöttünk, tehát azért vendéglátásba lehúztunk 2 évet, étterembe, szállodába, kávézókba, úgyhogy ezt folyamatosan így éltendünk. Aztán egyszer csak én rácsaptam az asztalra, és azt mondtam, hogy a helyi baterán, amit Gumtree-nek hívnak, találtam egy ilyen truckot, vagy büfékocsit, hogyha tetszik, és azt mondtam, hogy és ezt most meg fogjuk venni, és onnantól 7 napból 8-at dolgozunk. Nagyon, nagyon helyes. Kérdezik a hallgatók, hogy navos próbavásárlás volt-e már esetleg nálatok? Ilyet a Nébi megtalálta benne. A Nébi, a NAV mente már hozzátok. A Nébi igazából nem tudok róla, hogy jött volna, de fel vagyunk szerelkezve, fel vagyunk vértezve egy pénztárgéppel, én pedig könyvelő voltam otthon, úgyhogy mindent el tudok titkolni előlük. Ügyes. Nem, teljesen legális az egész. Jó, azért legyetek bekötve, tehát a kassa legyen bekötve, jó? Tehát azért ez fontos, hogy hosszú az optikai kábel, de azért tessék bekötni a kasszát. Mennyiért adjátok nagyjából? Tehát jól számolunk, hogy ilyen 1800-2000 forintnak megfelelő áron adjátok a lángost? Jól számoltok, az alaplángos az 8,5 dollárba kerül, a fokhagymás lángos, aztán onnantól lehet változtatni, amit csak szeretnének rá. Tehát én még meglocsolom Eviannal, vagy akár Dom Perignonnal is, csak akkor meg lesz az ára. Na most én azt értem, hogy ez otthon, tehát magyar pénzben ez így most lefordítva, az ilyen 2000 forint között van, a körül mozog. Én annyira otthon, mert őszintén megmondom, hogy nem vennék lángost, viszont abban az országban, ahol 10-12 dollár egy pint sör, vagy akár egy korsó sör, az ugye kicsit több, mint egy pint, szerintem... Hát nem szabad összehasonlítani a magyar árakkal, persze, hát más a fizetés, mások a bérek. A helyi napilapban pont úgy kerültünk be, hogy milyen jó, hogy ilyen, vannak ilyen olcsó dolgok is, amik ilyen finomak. Persze, teljesen más bérek vannak. Egyébként ebből úgy meg lehet élni, hogy akár tudtok félretenni is, vagy ez arra elég, hogy az ember a napi szükségletét megvásárolja, eléldegéljen, és napról napra éltek ti is? Hát őszintén megmondom neked, hogy az utóbbi 3 hónapban több pénzt költöttünk, mint amennyit kerestünk, de pusztán azért, mert befektetés volt az egész. Tehát én most folyamatosan alakult ki minden. Most vettünk még egy plusz hűtőt, akkor jelentkeztünk egy másik önkormányzathoz, akkor be kellett fizetni az éves díjat. De én ahogy most ezt látom, ebbe azért van pénz. Tehát itt ebből lehet félrerakni is akár. Most nem mondom azt, hogy milliómosok lettünk belőle, de nem is ez volt a cél, mert sokan kérdezik, hogy miért jöttünk Ausztráliába, nem azért jöttünk Ausztráliába, hogy milliómosok legyünk, hanem azért, hogy megéljünk. De arra elég, hogy megkent az önkormányzatot? Arra elég, hogy megkent az önkormányzatot, igen, hogy bárhova leállhassatok? Abszolút, eddig elég volt. Ugye, és egyébként élhető hely, mert az ember nagyon sok mindent hall Ausztráliáról is, azt is, hogy nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, azt is, hogy azért furán néznek mindenkire, aki nem ausztrál, és kevésbé szeretik őket, és igencsak zárkózottak. Hát
Nézd, Ausztrália egy tág fogalom. Mi körben töltöttük a legtöbb időnket, mi imádjuk, szeretjük a természetet, most 2,5 perc rakunk az óceánpartra, és imádjuk, amint tehetjük, lemegyünk. Na most az utóbbi pár hónapban ez azért elég kevés idő volt, de az emberek, figyelj, ez egy angol száz kultúra, elfogadják azt, hogy magyar vagy. Igazából ez nem megbélyegző magyarnak lenni, mint ahogy Angliából halljuk már, hogy kelet-európainak néznek. Nem, itt érdeklődőek az emberek. Más, teljesen más logika, teljesen más gondolkodásmód. Az a te dolgod, hogy ebből mennyit veszel át, meg mennyire akarsz idomulni. Nem kell ausztrálnak lenned, tudod a kis saját dolgaidat is csinálni, de természetesen valamennyire azért be kell illeszkedni. Azért olyan nincs, hogy itt most kirakom a magyar zászlót, és akkor én Magyarországot akarok itt csinálni, mert itt nincs Balaton, itt nincs Budapest, ez Ausztrália. A nyilván teljesen más, persze. De amellett ők is tiszteletben tartanak tégeket. Én ezt látom, őszintén megmondom. Egy utolsó kérdés, mert aztán zárnunk kell a beszélgetést. Konkurenciátok van? Tehát van egy másik magyar, egy futrákkal, vagy egy kürtös kalácsos, vagy egy másik kolbászos, akinek már köszöntök, hello Gábor, hello Péter, és nem tudom, lángos süt, vagy kolbász csinál, vagy kürtös kalácsot, vagy ott, ahol ti vagytok, ott nem találkoztatok másik magyarral, aki szintén megpróbál valami hasonlót. Amennyire én tudom, mi vagyunk az egyetlen magyar futrák itt Nyugat-Ausztráliában. Viszont van egy ilyen ad-hoc lángosos formáció, én velük még egyelőre, hát én egyszer talán tavaly rájuk írtam a Facebookon, hogy hagyjátok abba, mert nagy baj. Ők a városban azt hiszem, hogy havonta egyszer árulnak pénteken lángost egy ilyen nagy közönségnek, ez csak egy ilyen összeállt baráti társaság, akik valamit is plusz pénzért csinálják szerintem maguknak, tehát ez nekik nem egy megélhetési forma, mint ahogy nekünk. Igen, hát ha havonta egyszer, akkor az egész másról szól. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mindig jó hallani, amikor az ember ilyen bátor fiatalokat hall, akik egyszer csak tényleg vesznek egy nagy levegőt, kimennek a világ másik oldalára, és pusztán kalandvágyból. Nyilván némi tapasztalattal és rutinnal a hátuk mögött megvalósítanak valami olyat, amiről hosszú ideig álmodoztak, és most éppen lángost árulnak Ausztráliában. Tetszik ez a fajta kalandvágy. Péter, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Hát én köszönöm, hogy megkerestetek. Nektek meg szép napot, meg a hallgatóknak is. Köszönjük szépen. Kenguru húsosra. Így van. Ha esetleg hiányzik az Üllői úti felüljáró, akkor nagyon szívesen küldünk róla képet. Jó, itt nem sok mindenről maradtok rá egyelőre, sajnos. Úgyhogy majd kirakjátok a fotóját az Üllői úti felüljárónak belőle a trágba, és akkor annál gyorsabban fogjátok pucolni a krumplit. Péter, köszi, hogy beszélgettünk. Ciao. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma is ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mi van mostanában? Mi van mostanában ezekkel a mai előadókkal? Miért nem ír valaki egy tökös jó dalt? Még az új Madonna dalt kedvelem. De ha mit úgy megjegyzel, ami sláger, ami jó, és ami úgy tényleg jó. Hát vagy ott van Kállai Tempest András. De tényleg? Ő dala jó, nem? Igen, picit európos, de egyébként tényleg. Most a külföldi előadókra gondolok, hogy mi ez a himi, humi, simi, sumi, hallott, ha nem, akkor elfelejtettök mindegy, hogy nem marad meg, semmi. És nem sláger, és nem lesz soha sláger, nem? Ráadásul nekem feláll a szőr a hátamtól a xilofonnak a hangjától. Óvodában mindig az volt, hogy amikor elindult a játszás, ugye, akkor gyerekek odarohantak a szekrényhez, mindenki kicibált mindent, kis dömpert, harckocsit, katonákat, stb. Janikának mi maradt a végén? Az a nyomorult xilofon. És akkor dögöljetek meg. És azzal játszottál. Én imádtam szilofonozni, képzel. Nem, ez a szabadrablás volt az óvodába, hogy mindenki oda rohant, és akkor valaki elvitte a fakockákat, valaki elvitte a kis dömpert, valaki elvitte a markolót. A legnagyobb, ugye ez mindig vagy a darus kocsi volt, aminek lehetett a gémjét állítani, vagy a markoló. A markoló volt a legtutibb, mert ott volt egy kis tekerő az oldalán, és emelgetni tudtad a kanalat, és a zseni volt. Nekem mi maradt? Ezek maradtak a végén. Én mindig babáztam, úgyhogy nem tudom, hogy mit csinálni. Nem tudom, srácok, miért elnézést. Öltöztetted, vagy fésülted? Öltöztettem, puncit néztem, tehát ugye mini babákkal játszottam, sosem érdekeltek a markolók. De hogy is. Noni már tiszta? Na, biztonság kedvéért. Takarítsuk meg még. Én szerettem szilofonozni, nekem otthon is volt, különböző színű volt mindegyik, ugye, hogy tud, melyik volt, kis faütöm hozzá, és általában meglazult a csavar, és az egyik fele mindig volt csavar, a másik fele meg így lógott, és úgy össze-vissza álltam az egyik lap a másikon, ütöttük a tesómmal, házi zenekart alapítottunk. És akkor
Én szerettem xilofonozni. Én bírtam. Egyszer csak belépett apád a szobába, szájában egy pánsíppal, és elkezdtek is jönni, aztán pedig egy édesanyád is bejött egy dorombal, és akkor így lehet, hogy nagy családi zenekar. És Indián jelmezbe a dél-amerikai indiánok, igen, dalait tettük el. Utána pedig közösen elolvastátok a friss őrtornyat. Nem, ilyen nem volt, sőt, olyan furujám is volt, hogy ott is piros volt a furuja, fekete volt, és a különböző gombok különböző színűek voltak. És ilyen kocka alakú volt a furuja. Tehát ez a műanyag furuja. Hát ez a síp, vagy mi ez a síp jellegű. Nem a klasszik fa furuja, hanem és akkor furujászter, csak a piros, és akkor megtanultad az István, a király felkelt a minapunk. Hozok egyet holnapra, ember! Hozzál most egy ilyen furuját! Most ide ilyen furuját! Nem, ez már olyan kompány vezérő esküdtette, jó, nem, ezt nem tudtam eljátszani, de felkelt a minapunk, István a mi úrunk, ha most hozol egy ilyen furuját, eljátszom neked. Igen, meg dorombol a egy olyan furuját, ami kocka alakú, különböző színűek rajta a gombok, és nem ez a fa furuja, hanem ez a piros, fekete kocka vagy furuja. Vagy fémből, vagy műanyagból. Igen. Volt a nagy, egy fekete, középen volt egy fekete befúvója, és színesek voltak a gombok. Volt. Én soha nem mertem a számba venni, mert soha nem tudtam, hogy ki volt az, aki előttem telenyálasztam. Mert akkor is kényszeres voltam, mert négy évesen ezen gondolkoztam, hogy vajon ki kaptam ezt, megtisztítom egy kis midom ezt osztját. Mert akkor is ilyen volt, de négy évesen nem érdekel. Nem veszem a számba, sőt, előtte kezet mosok. Na tessék, ha most valaki idehozza ezt a furuját tízig, és én eljátszom neked rajta az István a király. Mi a fogadás tétjét? Nevezd meg! Jó, várj, jó. Vágtalak egy fehér kesztyűvel, és várlak holnap hajnalban pirkadatkor egy párbajra. Így van. Nem menekülhetsz. Ahol te az István a királyt fogod játszani műanyag furuján, te én pedig a szikkendészt rajta Metallica. Mi a fogadás tárgya? Mit adsz nekem, ha most ezt eljátszom tízig? Egy vadonatúj. Mit? Furuját. De legyél már ilyen. Na, na legyen, akkor légy fél. Jó. Most érted? De fuligálsz engem, ledegradáltál, és nem hiszed el, ha most tízig valakihoz egy dolgozat, most, hogy ez nagyon kérlek. Fáj. Imádkozzá, hogy ne jöjjön tízig egy ilyen furuja ide. Valaki járjon erre, és legyen egy ilyen műanyag furujája, mert besírsz rajta, ha eljátszom. Eljátszom neked. Bizony is, te kis virtuóz. De jó. Hogy hívták azt a vackot? Nem emlékeztek, volt annak valami hangja? Mert akkor mondhatnánk, hogy az akármi virtuóza sem. Amiről beszél, ez a Balázsofon. Egy hónapban, kettő szabadon választott időpontban. Azt hiszem, hogy két szabad napod volt egyébként, mindig gyakoroltál éjjel-nappal. Beállok egy benzinkútra, és kitakarítod a kocsimat. Hú, ezt ne vállald be, abba, ami lehet. Egyszer alaposan egy benzinkút, ilyen 50 forint bedobok, porszívózok, gőzborotvával végigmegyek, én ülök a benzinkútnál, egy jóféle feketét iszom, és te kitakarítod a kocsimat. De várjál, egyszer, te kitakarítod, kiporszívózod, lerázod, fölpolírozod egy benzinkútnál, nem ez a beadom a kulcsot és 10 000 lemossák, odahozod a kis izédet, flóra szeptes vödrödet, az egy nyomorúságos kis szivacsaidat. Megtakarítom a nyomorult autót. Letakarítod a kocsimat. Jó. Letakarítom. Jó. Megtakarítom a kocsidat. Hozzatok tízig egy ilyen furuját. Látod az eredeti színét. Menjen el valaki hozzám. Nekem otthon van egy furuján, most találtam meg anyáméknál, és hazavittem. Menjen el valaki hozzám, odaadom a lakáskulcsot. Igen? Hozzá ezt a furuját. Na mi van? Ez olyan, mint valami hülye népmese, nem? Úgy hívták, hogy... És a kis fiú. Úgy hívták, hogy Triola. Tegyétek ki a Facebookra. Szállalmas. De ne ilyen sok gombút hozzatok, a kisebb, fekete, és nincs rajta ennyi gomb. Milyen sok gombú? Hát ez egy oktávnyi hang, ne szórakozzál. Na, akkor ez lehet, hogy ugyanaz, hozzon valaki egy ilyen furuját. És mindig csak azt az egy dalt? Mindig ezt a felkelt a mi napunk, István a mi úrunk. Hosszantó, beképzelt fickó. Koppány nem kell már. De igen, volt az egyet. Uram, egyet, uram, persze ezt is játszottam. Dabatem domine! De az egészet eljátszottam, igen.
Nem, ezt tudtam eljátszani, furulyan. Ezt tudtam eljátszani. Hozzatok semmi egy triolát. Az egyet? Hozzatok egy triolát. Hát még ilyen közhelyeket, mint a Black Sabbath-tól a Paranoid, meg ilyen ideje. Ilyen jól hangozhatottad. Na, jó, ja. Ha valaki hoz egy triolát, akkor azt most nagyon megköszönöm, egy komolyabb készpénz összeget adok neki, mert a Jani letakarítja, kitakarítja az autómat egyhamba, egyszer oda fogok gittelni a átsülésre, csak mondom. Beszállítom két hasmenéses farkas kutyát előtte, és elviszem őket Ózdra is vissza, hogy úgy kelljen kitakarítanod. De volt olyan, hogy behozott apád a konyhából egy széket, szentest és felállított rá. Hajuk! Hajuk! Nem, János, a mi családunk nem retardált volt, és nem egy beteg család hát, volt. Hát csak voltak a teljesítményre. Persze, miközben anyám belehányt a kádba, és ott és ott úszott a pontja, ami megette, persze. Nem, nem ilyen családunk volt, nem ilyen, de nem állítottak vesztelenül egy sámlira, hogy furuljázzam el a felkelt a mi napunkat. De volt úgy, hogy ezt nekem otthon mégiscsak azért elő kellett adnom. De nem volt egy sámlira áll a karácsonyra. De apád nem üvöltött, mint tudom én érted, néhány pohár tojás likőr után, hogy és most a bye-bye London! Bye-bye London! Triofonon! Vagy hogy hittek triolát? Bye-bye London! Goodbye! Bye! Bye! Igen, persze. Nem, ilyen nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Mindenki arra vár, hogy triolázzál neki. Én azt szeretném, hogyha most nem sikerül neki eljátszania, akkor minden csütörtökön ezentúl 9:45-től fusson neki újra és újra. Jó. Miért muszáj? Jó, ebben benne vagyok. Jó. Tehát amíg egy próbálkozás, most sok próbálkozás, de ha nem játszom el, akkor minden csütörtökön 9:45-kor megint. Minden, amíg el nem játszom, hivatlanul, addig minden csütörtökön 9:45-kor egy próbálkozás. Egyébként nincs autóm, tehát hogy nem kell nagyon félned attól, hogy bármit de is kikertet. Kiszúrásból egyébként veszek egy ifát, egy platósi fát. Összegonyízom, azt akaráltam. Veszek egy platósi fát egy hétre, és az lesz az autóm, és azzal fogok bánni a benzinkútra. Mondom, hogy na most akarítsd, na adodam. Triolát hoztam, őseink trioláját. Le tudod szolmizálni? De hogy tudom szolmizálni, nem. Na, fújhatok próbafújást, hogy melyik hangon indul? Tehát, hogy hol indul? Jó. De balkezes vagyok, a billentyűk a jobb oldalon. Jaj, akkor fordíts meg. És gyerekkorodban hogy? Ez volt az. Igen? Ez már az? Na. Nem. Jó, nem tudom, hol indul. Ott, az első, az nem, de nem az az. Á, ez túl mély, ez nem jó. Az tök menni mindegy. Fog az, menni fog az. De ez ne felejtsd el, hogy most kommentjelek, ne felejtsd el, hogy te szinte hazajársz a Mátyás templomba. Nem ismerted meg? Hát nem. Ja, ez a felnégyelni volt. Nem. Ja, tényleg. Elli. Á, Isten, hogy volt ez, várjam. De nem, ez nem jelent. De az jó, az hiddel. Alakul. Vagyok, neked segítek. Hangod már ad. De nem, az én triolámon ez nem így szól. Az de én triolámon. Mert neked... Jászd ott, ahol akarod. Behozom a saját triolámat. Persze, neked egy speciális, limitált példányszámú triolád volt, amit még Erich Honecker születésnapjára adtam. Egy aranyjéről. Egy kellett nyomni rajta, és eljátszotta a dalt. Jó, igen. Akkor jövő csütörtökön újra próbálhatom. Még ezért hallgatnánk. Még kapsz egy lehetőséget. Na, nézzük, ha... Ja, nem, várj. Hát alakul. Innen már csak egy ugrás. Na, oké. Okay. A felkelt a mi napunk. Várj, hogy van? Azért becsületes vagyok, hogy nem gyakoroltam. Nem, én inkább azt mondanám, hogy innen egy ugrás bármi. Figyelj. De hogy jut eszedbe az a billentyű? Hát, azért kérdeztem, hogy tudsz-e szolmizálni? Tudod-e szolmizálva? Na, várj. Na, jó. És belefújtam a mikrofon. Na, figyelj. Elrontottál! Itt a... Figyeljetek! Majdnem! Na! Nem volt rossz. Egyértelműen elrontottad háromszor, de egyébként ez már alakult. Egyébként ez nem volt rossz. Jó. Okay. Okay. Még egyszer gyakoroltam, el tudnám fújni. Hát fogod. Fogod, mert jövő héten 9:45-kor visszatérünk rá. Megismerted, hogy ez az volt? Komolyan mondom, hogy megismertem.
Mondjuk már annyira akartuk hallani, hogy már mindenki ezt hallotta benne. Már bármibe belehallottad volna. A vége az egyértelmű meg volt. Most már többet nem játszott szerintem. Egy hét múlva? Egy hét most múlva. Már megvan, hogy hogy kell, most már tudom nagyjából. De ha más dalt esetleg most el akarna játszani, ezt lehet. Jövő héten nagy Barry White-ot játszom, az jó? Ja, nem, a Totótól az Afrikát, hogyha gond. Na, de ez azért szerintem... Ez már alakult. Nem rossz. Ebben egyet hibáztam. Így van. Ahhoz képest, hogy ez egy jobb kezes triola, és te bal kezes vagy. Ahhoz képest, hogy balos vagyok. Messze vagyok attól, hogy belemártsam a szivacsot a szappanos vízbe, azt kell, hogy mondjam. Hoztuk döntetlenre, tehát nem nyertem, de te se vesztettél? Ez egy döntetlen legyen akkor? Döntetlen. Ha egyszer elfújhattam volna. Még egyszer! Jó, azt írja valaki, hogy jövő héten toljam el Brácsán nektek a Cotton Eye Joe-t. Eltolom nektek Brácsán, vagy a Lion Sleeps Tonight-ot. Jó, én szerintem egyébként véleményes a dolog, Feri, nem akarom, hogy te döntsél, de szerintem ez egy megismerhető része volt az István a királynak. Ez a felkelt a mi napunk. Hát most ez 10-ből 9 ember, ha nem mondom el, hogy mit furáztam, rámondja, hogy az István a király. Hát 10-ből 5. Beállnék a benzinkútra a nem létező autómmal. De legalább egy külsőre. De legalább egy külső. Hibáztam hangot, persze. Na, de azért ez... az volt, ugye, hogy el tudom játszani. Nem volt. De nem tudtam eljátszani. Nem azt mondtam, hogy hibátra. Nem, az, ha akkor azt kellett volna mondod, hogy fölismerhet. Ja, hogy fölismerhetően. Tője a dallam, ahogy te játszod. Mert az föl... Így, hogy elmondtuk. Egy honvédség kifejezéssel élve az elején volt egy kis álcázó festék. De utána a vége felé már a harcjármű felismerhető volt. A vége már egészen. Minden, a hallgatók azt követelik, hogy minden csütörtökre csengő hangot csináljunk valamiből. Valami olyan dalból, amit te játszol nem, te semmi más nem tudok, gyerekek. Semmi más nem tudok. De ne szerénk egy basszus, te vagy a triola mágazóta. És képzeld már el a karácsonyi plakátokat majd. Ezt meg is fogjuk csinálni. Nagyon jó. Ezt meg fogjuk csinálni. Csinálunk egy karácsonyi plakátot, amin Balázs áll, hogy styling, iszonyatosan belőtt, divatséró, és így áll, és ott lesz, így fogja ölelni magát a triolája. Egy nagyon jó zakóban fogsz állni, egy gyönyörű ingben, és mellette a kis narancssárga triolád. És rólad is lesznek olyan képek, hogy itt tudom én, ott érdelsz a pápa előtt, és átnyújtasz neki egy triolát. Hát, na jó, mosnod nem kell, de... Stradivari csináltanak idén triolákat? Mert a magyar államtól esetleg te is kaphatnál egy eredeti Stradivari triolát. Egy Stradivari triolát, igen. Használatra. Hát a Gátalendben azért nem mennék tovább, nem? Ezzel. Nem tudjuk még, hogy mi lesz, de... Nem tudom milyen a felhozatal, de erősen tovább, úgy érzem, hogy egyfordulós lennék. Tovább küldenének szerintem, mert kíváncsiak lennék, hogy ebből mi lesz. Ja, hova fejlődik? Hova? De hova még? Hova fejlődik maga a produkció? Na jó, megúsztad az autómosást. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. A Morning Show. A Klassz FM-en. Nincs egy jó bőrgyógyászatok? Mert kell. Kéne. Mi történt? Mit csinál? Tudok mindenben segíteni. Igen? Mi történt? De nem ott lent. A hátamon nőtt egy vathús. Egy ilyen púp. Érted? Nem mondd már. Milyen 45 évesen egy púp. Egy Jézus ilyen kis púp. Egy itt hátul? A középen. Középen az van. Mondjuk. Először ilyen pattanásszerűnek indul. Azt tudom mi. És most egy. Megvágják, felvágnak téged majd, egy ilyen kis nicszerszerű kis tuncel, és azt kifolyatják. Az egy, annak van valami neve. És azt mondják, hogy ezennél komolyabb, hogy én most ezt itt megcsináljam, be kell feküdni. Igen. Göb vagy egy bög, vagy nem tudom, milyen neve. Így megnő, és akkor az göb. Bög. Nem, az a neve. Göbög. Ilyen zsírmirigy, ami begyullad, ezt megvágják, és akkor ezt így kifolyatják. Nekem volt barátom, aki csinálták, így a vállán volt egy ilyen nagy púp, és felvágták neki. De az nem feltétlen bőrgyógyászat. Így van. Ha nem feltétlenül fájdalom. Húzzá már! Jani, ne már! Na, az, hát az baleseti szersebészet. Baleseti, nyilván. És katasztrófa. Ráesett a hátamra egy zsírbög, vagy mi? Balesetire menjen. Hát, hova kell azzal menni? Na itt van, tessék. Mutasd meg, megmondom miért. Hát, én láttam már egy csomó mindent. Hát, de most azzal nem vagyunk beljebb, hogy látod. Tehát, hogy már nem érdemes bárhova is menned. Most minek? Annyi kalapkabálni. Annyi vége van, már elvisznek. A feszül rajtad, ez a mellény elől nem tudod összehúzni. Az a miatt. Fé, mekkora?
Hát most már egy ilyen ekkora. Elbír már egy téli kabátot, ha ráakasztod? Minden nap azzal úgy szoktuk, persze, hazajön a család, és fölaggatják a hátamra. A izéket, sőt, a már a füstölt kolbászok is ott vannak föl. Fáj is? Fáj, most fáj. Képzeld, mert tegnap a béka meggyömözkölte, nagyon okosan kitaláltuk, hogy megnézi, hogy az mi jó, az. Jó, mert úgy hamarabb begyullad. Igen, és akkor most egy a kétszeresére duzzadt, mint az állat, és egy ilyen hatalmas nagy púp. Púp és fájdalmas. Hát hova mész, ha nem bőrgyógyi? Nálunk volt egy családtag. Menjél bőrgyógyihoz. Az megmondja. Van, igen. Ugye van jó bőrgyógyim. Vág is? Tessék? Vág is. Ah, oda szólok neki, hogy vágjon. Nem feltétlenül, akár föl tudom hívni, hogy figyelj, nyugodtan vág meg. Mondjuk inkább a minőségi vonal, mint a mennyiségi, tehát hogy lehet, hogy ez már túl nagy lesz neki. Ja, tehát hogy a kicsiket kedveli. Igen, ehhez ez a pici kis nincszer kevés lesz. Na, ez a tipikus esete az öngyógyításnak, illetve... És napról napra egyre nagyobb? Hát most így nem nőtt tegnap óta. Hát nem tegnap megnőtt, de... És csak nyomása fáj, vagy, ha, vagy egyébként is fáj? Tehát, hát nyomjuk meg. Ölök, akkor izé, ha nyomod, igen, meg ha így megfeszítem a hátam, akkor már fáj. Akkor befeszül. Aja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 j
Nem, nincs anyajegyem. Nincs. Nem lehet az, hogy elmegyek inkább a körzetire. Nem. Lemegyünk, most lemegyünk elmegyek. A fűtőköz és kiégetjük. Egy pillanatkal. Nem, hogy előbb elmegyek a körzeti orvoshoz, és igen, ő majd beutal? Vagy ez jó, hogy megkérdezlek benneteket, ti látatlanban megmondjátok, és elmegyek a te bőrgyógyászodhoz. Nem, ezt nem hagyd ki a körzetit. Uh-huh. Igen? Hát, most a körzeti dokik. Hát most miért ő? Már ránéz, és azt mondja, hogy ide kell vele menni, sebészetre. Hát én, ki? Hát nem tudom, én azért előtte még köpölyözni, egy kis körömvirágkrémet, vietnámi balzsamot, én azért mindent végigpróbálgatok. Végigforgatok ezeket a nagy közhelyeket. Ugyan fenisztil lébét jár neked az a kezelés, de hogy de tényleg, így van, dobáljunk rá egy pár fenisztil dolgot. Fenisztil körömvirág, amit szoktak rá, jó köpölyözés. Pipamocsok. A pókháló, abban hiszek is, úgyhogy... Ezeket szépen menj végig, és akkor nem akar elmúlni, valószínűleg, hogy valami szörtűsző, vagy valami ciszta, vagy valamilyen zsírmirigy begyullad, és akkor az így megnő, mondom a haveromnak, vágták. És kifolyatták. Igen, azt mondta, hogy nem annyira jó. Tudod, igen. Csak imádkozol, hogy ne jöjjön vissza újra. Igen, de visszajön általában, mert így van, nem tudták jól kifolyatni. Hát... Ugye? Hát vagy a többet iker szarkómát, ugye? Igen, az ikertesod most akar. Most akkor kitörni a hátamból. Te gyere paradicsomot. Minek? Mert a népi gyógyászatban azt mondják a paradicsomról, hogyha félbevágsz egy paradicsomot és azt ráteszel, kiszívja. Igen, a paradicsomnak van egy ilyen fura, kicsi megmagyarázhatatlan vákumhatása. Vákumhatása. Ha nincs paradicsom, jó a brokkoli is. Igen. Ha nincs, tegyél egy fél kiló lencsét. Így van. Jó. Azért, hogy lencse ne csúszol felé. Ha nincs, jó a fejtett van babis. A hűtőben egy bontatlan aranyfácán. Rogra. Öncsére fél liter zlati bazsantot. Az jó lesz. Nem, tényleg a paradicsomnál szokták az, hogy a paradicsom csinálsz dunckötést, ami azt mondja, hogy megfogod a paradicsomot, félbevágod, és magát a paradicsomot rákötöd. A hátamra. Fogják két kukoricát, rak be a füled mögé. És menjek le, te ért a boltba. És két darab káposztát tegyél a hónod alá. Mindenképpen. Így fél lábon, fél napot. Ennyi fél citrus a szádba. Tömje zellert az orrodba. Jó, jó. És egy kanál fahé. Igen, és egyél meg egy kanál fahéját. Nem, tényleg így van, mondom neked, ez a paradicsom, és ez jó, ha a paradicsom nem szívja ki, akkor menjék ki. Akkor menjék ki a stúdióba. Mert ja, egyre rosszabb szagod lesz. Gumipókhoz magadra tényleg két paradicsomot, és akkor ez hátha. Tényleg. Az jó megoldás. Az jó megoldás. Egyébként a népi gyógyászatban sok minden van. Van a paradicsom, az segít. A paradicsom. Jó. Vannak jó ötletek benne. Nekem az egyik legszimpatikusabb az, hogy rögtön kiviszik a falu végére, és nem engedik be több. Nincs valami bőlér haverod, aki megszúrja? Hát, az nem olyan. Hát, az nem ugyanaz. A nagy társaság valahol a másikon nem lakik valami bőlér? Ott nem, nálunk nincs bőlér. Nincs bőlér. Isztok egyet az egészséged, de aztán jó megszúr. Nem is így felül. És már kérdez a mondást, amire a pálinka nem jó, az már halálos. Akkor kenjen pálinkával? Szerintem igen. A paradicsom után vagy előtt? Hát... Szerintem szívassam ki paradicsommal. Utána. Azt írja valaki, hogy adheroma. Adheroma? És? Adok én a... De, hogy...
Azt egy fagyúmirigy, elzáródott fagyúmirigy. Most bejjebb vagyunk. Fú, 25 ezer forintotba fog fájni, azt látom. Nem, már. Az eltávolítják már neked. Már a diagnózis. És ugyanaz már, hogy a hallgató megvan. Ugyanitt aranyére lézeres műtétet is megcsinálják. Az nem az enyém. Sérműtét, visszérműtét, tehát ha jó helyre mész, ott egyből bent tartanak és megcsinál. Figyelj, tudjuk, csúnya. Hogy nem volt panasz, de látjuk most már ezt is megcsinálják. Vegyük egy kalap alá az egészet, kap rá 20%. Ha már itt van. Ha már itt van Ferenc, akkor oldjuk meg ezt is. Fogadja el a törzsgárdjánkat. Jézusom, mi ez itt? Egy frunkulus? Más ilyen fagyúrmi vagy kása daganat, egy jó... De miért? Figyelj, szerintem miért találják ki ezeket a neveket? Jó indulatú, közvetlenül a bőr alatt elhelyezkező tömött tokkal rendelkező elváltozás. Tömött tokkal? Tömött tokkal, kása daganat, zsír daganat. Tömött tokkal. Ha valaki vérzi, hogy ezt a laterómát beírna, a képekre ne kattintson rá, jó? Nem. Ú, de rosszul néz ki. Valakinek a homlokán jött ki a füle mellett a halántékánál. Örülnek, hogy átadom, mert nem látszik. Három évvel ezelőtti kép Feri. Amit már kiszedtek, nem jön elő. Nem mondtad, hogy ez vándorol. Ez a kásadaganat. Ez elég rosszul néz ki, Feri. Ha ez így néz ki, akkor ez néha bakteriális fertőzés miatt begyulladhat. Fájdalmas piros csomót észlelünk, ami elfolyósodott fagyú. Van ilyen? Hogy mi van benne, azt nem tudom, hiszen na. Zárva van. Ja. Így van, nagyon fontos, ne nyomkodjál. Na, azonnali halál. Ha a fenti fotókat nem is feri, mert fel az ön által eltávolítatni kívánt elváltozást, kattintson ide további segítségért. Lehet, még vannak még egyéb lehetőségek. Na, annyi, hogy műtét helyi érzéstelenítésben, vagy érzéstelenítéssel kombinált altatásban végezzük. A gyulladásos váladék genny lebocsátása, megtörténik a gyulladás megszüntetése és előidézhető. Oh. Ha a viszonyok megengedik, természetesen megpróbáljuk tokostól eltávolítani. Aha. De ez nem mindig sikerül. Oh. A sebet gumicsik felett részlegesen zárjuk. Hát itt már konkrétan meg lehet csinálni műtétet. Hát itt ennyi. Van egy leírás. Hát hozzatok egy kést, én megműtelek. Aha, de szeretném. Most vágtam vele egy sajtos croissant, de én megcsinálom. Legalább takarítsd meg. Bőrmetszést hajtunk végre, és tokostól eltávolítjuk az elváltozást. Ennyi. Ennyi? Hát így van. Óriási. 2-3 naponta be kell járni a klinikára kötözésre. A műtét után a gyulladás mielőbbi gyógyulásra szájon átszedett antibiotikumot adunk. Milyen jó, hogy nem végbéren keresztül adott antibiotikum. Már jó, 4-6 napon múlva eltávolítják a gumicsikot, gyakori átöblítés sietteti a gyógyulást, az átöblítést, hogy a sebnek ne legyen baja, ánuszon keresztül végezzük. Oh, igen, ezt gondoltam, hogy ez nagy nyomás ipari mosóban. Így van, egyben ugyanitt kolonhidroterápiát is megoldunk. Hát ez szuper. Vendégeinknek természetesen. A nagy nyomásról bejutatott folyadék a száján át keresztül távozik a szervezet. Alul tesszük be, fölül jön ki majd a melegvíz és minden, amit hoz magával a melegvíz. Lehetséges szövődmények, nézzük meg ezt is, Ferenc, szerintem. A biztonság kedvéért. A leggondosabb orvosi beavatkozás után is kialakulhatnak szövődmények, jó, ha tudod. Tök jó. Kialakuló korai szövődmények, utóvérzés, gyulladás, egyébként jól kezelhető. Te ki az Istennel vagy, de tényleg? Én csak felkészítelek csak, arra, hogy klinikánkon minőségbiztosítás is van. Csak mondom, ezen a klinikán, ahol vagyok. Aha. Nem mondom, hogy ez melyik klinika természetesen. Minőségbiztosítás, tehát ha nem sikerül, akkor visszaadják a pénzt. Ha későbbi szövődmények vannak, akkor befektetnek, és akkor eltávolítják az egészet. Aha. Hát nem hangzik extrém túl jól. Következmények, mert szerintem mindenképpen érdemes felkészíteni a Ferit arra, hogy mi van, hogyha nagyon nagy a baj. Mert onnantól kezdve akkor mindennek körül, ami csak kis baj. Onnantól kezdve, hogy leoperálják az egész hátát. Én hallottam, hogy például egy mi van? Ja, tényleg, igen. Mit hallottál? Hogy elcsökevényesedett nagy lábú nőtt valakinek a hátát. Egyébként, hát, de csak a nagy lábúj. Igen, de utána fokozódott. Körömmel vagy anélkül? Tehát körmös nem, a köröm nem oda nőtt. Én elmennék dokihoz. Nem várnék ezzel. Na jó, de hol, melyikhez? Tessék? Nem várnál 10-ig, most menjek. Nehogy aztán ez itt kifakadjon. Hát mi lesz, itt fogunk talpig úszni a genyben? Hát nagyon valószínű. Igen. Menjen valami magándokihoz. Na jó, de akkor most kihez mész? Sebészhez? Bőrgyógyászhoz? Bőrgyógyászhoz, elsősorban bőrgyógyászhoz. Ott kezdjünk? Szerintem kezdj ott. Jó. Csak onnan mész majd végig. De bőrgyógyászat, urológia. Én azt mondom, hogy lehet, hogy dramatizáljuk ezt a dolgot, de tényleg az ember hajlamos mindig arra, hogy a legrosszabbra gondoljon. Szerintem tegyünk föl róla egy képet a Facebookra, hogy a hallgatók tudják. Figyelj, az Insta mindig alternatív tartalmat nyújt. Igen. Instára vele. Na, szerintetek ez mi lehet? Figyelj, gyakori, vagy rakjuk fel egyébként a gyakori kérdések pontra.
Mi? Fotóval egyébként. Reggel találtam a testet. Szerintetek? Mi a rosszabb? Mi a rosszabb? Mi a rosszabb ez? Nem túl biztató, de ez van most a hátamon. Szerintetek mi ez? Na jó van. Majd holnap beszámolsz, hogy mi volt. Tessék? Lupus. Nem, az egy Harry Potter regény. Az már hiszem, hogy egy farkas van a hátam. Háromszor vették ki. Az nem, az Döbrögi volt. Az Lúdás Matyáz más. Az egy teljesen más kultúrkör. Teljesen más történet. És az egy elírás nem vették ki. Na, jó, meg lesz az, nem lesz gond. De a paradicsomat mindenképpen, jó? Azt még kipróbálom. Annyi van csak, hogy ne fürtös paradicsom. Igen. Feri, azt érek, ne hallgass ezekre a hülyékre, csak simán ne dőj hátra, és csinálj 5 bukfencet úgy, hogy a hátad nem ér a földhöz. 8-10 év is elmúlik, ha követed az utasítást. De napi 5-öt? Előre bukfenc, hátra bukfenc. 10 perc fejenállás, 25 perc kézenállás. Jó. Menj frabátózó, leszedi. Az egyébként tényleg lehet, hogy tettek rád egy átkot, és így jön ki az átok. Menj át, rá, simán lehet. Szerintem 8 plusz áfáért lekapja neked. Alkudsz egy kicsit, 6 plusz áfába megáll a dolog. Ha nem ragaszkodsz az áfához, szerintem még én hallottam, hogy el lehet engedni, azt is szerintem 4-ből megvagy. Négyből leszedi neked. Viszel egy pakli francia kártyát, meg némi kávézatszot leszedi. Leszedi neked simán. Igen, ahogy öregszünk egyébként, egyre több ilyen van. Igen. Na, hál' Istenünk, csak Feri. Igen. De, tényleg. Nem, egyébként rajtam igen. is. Beatrix azt írja, hogy neki is szokott lenni ilyen a szemérem dombja. Egyeztessünk, Beatrix. Egyeztessünk. Így van. Egyetek fotót egymásnak szerint. És hogyha béka is benne van, akkor kinyomkodja neked. Küldjetek, cseréljetek fotót. Nézd, neked is ilyen van. Neked hol van? Mutasd, a dombomon. Neked hol van? A hátamon. Nézd meg. És akkor, a tapasztalatok alapján eldöntöd, hogy ez most mi lehet egészen pontosan. Igen. Feri, így jár az, aki átvált a jófajta hurkáról mindenféle hülye ételek. Egyébként nem lehet, hogy kijött az apkex hátul, nem? Tehát tényleg. Valaki azt írja, hogy a régi étkezés jön most. Igen, a zsír és egy malac nő a hátszomban. Szerintem bement a mandarin, és ezt nem érti, és aki egy hete azon dolgozik, hogy valahol kijöjjön, ő nem volt meg ilyen testben. Fél kiló mandarin megettél, egy nagyobb szippantással a mandarin azóta nem érti, hogy hova kerül. Ez a zsír, minden a zsír. Én nem győzhetek, mondta a mandarin, és megpróbált Feri hátra távozni. Én hallom a mandarin segélykiáltását a hátadon, komolyan. Ő akar, vagy a zapkex, vagy valami, nem tudom, mit eszel most, tönkölyszelet, vagy éppen mivel kínzod magad. Nem láttam még a ma reggeli. Tojás nem tudtam. Hát makkadőzsölés van. Bizony. De azt tudod, hogy vannak olyan természeti népek, ahol ezek a mutációk, ezek fontos dolgok, és így mindig respektálják és tisztelik, mert hogy a sámánok szoktak ilyenekkel születni. De simán lehet egyébként, hogy te hátadon is kijön valami jövendő. Azt mondják, Feri, nem baj, 10 után jöhetsz harangozni Notre-Dame-ba, ezt szalakülte nekünk. Feri, genetikai rokonságban áll a tevével, neki most kezd nőni a púpja. Berci üzente nekünk. Feri, ilyen háttal nem mész át a műszaki vizsgát. Így. Lézerrel körülbelül 15 ezer ér. Megnyitom a bogár hátul. Igen. Bortároló púp, azt mondják. Igen, minden reggel önöket hallgatjuk, nem kizárt a kedvezmény. Köszönjük. Frabátot hívjuk már fel, csörgessük már meg. Szerintem már biztos nem azt, túl van már két rendelésre, 20 plusz áfáért biztos. Ebbe egészen biztos vagyok. Hát meg most repült haza szerintem. Hova, honnan? Hát a szeánszról az erdőben, ahol találkoznak a boszorkányok. A druida találkozóról, mert hogy éppen ott van. Úgy is tudja, hogy mi hívjuk. Hát persze. Hát, már tegnap tudta, hogy hívni fogja. Ő tette föl, lehet a púpot. Valaki azt írja, ferinkulus. Tényleg, ferinkulus. Egy jó kis ferinkulusom van, doktor úr, nagyon ne szellemeskedjen, mint Rákóczi mutassa. Itt van Frabátó, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Nincs valami Hallgattam a műsort, de nagyon fontos, mert csak egy rontás, ez nagyon komoly dolog. Egy valamit kell tudni ilyenkor, a hátán van, azt hallottam, az elején van, tehát elől helyezkedik el a testen, akkor a jövőből várható gondot jelent, a hátának a múltjából valaki rontja. Annyit kéne tudni, hogy a jobb oldal vagy a bal oldal. Középen van, képzeld a gerincen. Lúha. Gerincen és... Csak a piótás ember, akkor én már nem tudok segíteni. Nem, de tényleg, tehát középen, és így hát közepén is. Tehát, hogyha így megfeleznéd a hátamat, Geri, pontosan középen. Ez hány napja jött ki? Mikor vetted észre? 5.
5-5, de akkor még kicsi volt, de most már felnőtt rontás. Napról napra egyre nagyobb. Filmet is csináltak régen, ez a Notre-Dame-i toronyról. Így van. Már én is nagyon félek, hogy hátra fog rántani egyszer. Megyek az utcán, paf, hátra de esett. Szerencsére azt mondja, hogy lefele terjed. Most van a medence csontja magasságában. Igen. Kinek szerencse? Egyébként nem jó dolog, mert pont azért érzem, hogy hány napja van, mert vasárnap hátra. Volt, szombat este, vasárnap reggel volt telehold. Tehát az előtte kijövő dolgok, 2-3 nap lett, az tényleg rontás. Tehát valaki negatív dolgot tesz a múltjából rá, küld valami negatív energiát, hogy médiásoknál ez előfordul, hogy vagy szeretnek, vagy nem, de ez valami komolyabb dolog. Azért kérdezem, hogy jobb vagy bal oldalon. Ha ez működne, már halott lennék. Én már meghaltam. Hát igen, de neked van védelmi rendszered is. Az is ha bal oldalt lenne, akkor szerelem. Tehát valami nő, aki beigazolatlan szerelmet kapott, azt teszi rá, így szakmai. Tehát a középben jön a szakmai, derékbe akarják törni igazára a karrierjét. De nem a derekamon van, hanem a hátam közepén. A gerinceben. Ez egy szólásmondás, hogy derékbe akarják törni a karrieret. Ez onnan kezdődik. Nem jó dolog. Tehát ha növekszik, akkor automatikusan folyamatosan foglalkoznak vele. Nem egyszer egy negatív dolgot rányomtak, hogy na a Feri, hogy mit tudom, legyen ez és ez a baja. Én nekem van tippem, elképzelhet, hogy ez ami nagy univerzális böllérátok, tudod? Tehát, hogy meghallották, hogy zabkekszet eszel, hogy fogyókúrázol, elárultad őket, és nem eszel disznótorost, és zabkekszel, meg nem tudom, korpás műzliszeleteken élsz, meg mandarinon, és a nagy böllérátok egyszerűen átkerült. És ez csak hát fog én tudok egy nagyon jó gyógyírt, de most halál kommentáltanám, tényleg van egy szárított béka, azt kell ráköpködni. Jó, ne, hagyjál, ne, jó, de meg kell előtte köpködni, ugye? Én nem nyalni. Nem, a fejét le kell rágni. Ja. Úgy hatásos. Szárított béka, hol? Varjúháj, vércsevér. Ezek még beszerzés alatt vannak. Egyébként arra kell figyelni, hogy ennek vasárnapig ezzel valamit csinálni kell, hét vasárnapig, vagy sebészeti úton, vagy varjuhája, vagy valamivel el kell mulasztani. Miért hétfőn árat emelsz? Igen, miért hétfőn mi lesz? Igen, hát ez másokba került. Balázs fizeti. Ez az én köröm, én állok. Én akarok neki segíteni. Mert ha nem szedjük ki vasárnapig, akkor? Akkor szervezeten belülre kerül, mert ez bármilyen furcsa rajta van a testeden, de szervezeten kívül van, tehát energiamezőn kívül, és onnan... És berágja belülre. Magát. Hát végül is igen, tehát hülyeskedsz vele, de egy komolyabb bajt okozhat. Annyit tudok csinálni, hogy kézrátétellel így megfogom, és áthelyezem valaki másra. Hát vagyunk, hát a Balázsra most ezek. Van egy tök ötletem, tedd át a Janira. Beszed, aztán majd a Jani átteszi rám. Mi meg adjuk egymásra. A felét ide, a felét oda, az a lényeg, hogy megszabaduljunk tőle. Érjesen. Hát, nem, és, tényleg komoly. És kézrátétellel kéne ezt csinálnod? Hát, bal kézzel. Azért, hát, hogy én ne kapjam baj belőle semmit, de egyből kell valakit ide átteszem. Én már láttam, tehát szerintem, ha láttál, nem tennéd rá a kezed. Én megnéztem, szörnyen néz ki. Nem mondj ilyet. Nem. Szerintem megharap. Imádja az ócsemegét, ahogy láttam, és már önálló élete van. Vigyázz vele, fogai vannak. Úgyhogy óvatosan. Mint a 8. utas a halálban. Igen, nem csak ez ott jön. Igen, nem az oldalon jön ki. Igen. Ez csak a feje. Nem biztató. Nem biztató, nem, amit mondasz. Nem biztató, különben tényleg nem biztató. Hát ilyenkor sebészhez el szokott menni az ember, de hát a sebész az kivágja. Igazából ez a gócpontot kéne megszüntetni, és ez visszajöhet. Tehát ez folyamatosan. De Feri a gócpont. Én vagyok rajtam, van a góc. Nem, ez senkiben nem kapott volna életre, a Feribe életre kapott, mert annyi kolbász, meg annyi van benne, hogy valahol ki kell termelni a szervezetből. Óriási vagy, óriási vagy. Neked nem tudunk olyat mondani, amire ne lenne gyógyír. Én nagyon szeretem. Bármi a panasz, megfejtjük. Telihold előtt, telihold után, azonnal megfejtjük. Jól van. Fontos. Jó, köszönöm szépen, és akkor jók legyetek. Köszönöm. Ha nem múlik el, akkor hívjál privátba, és akkor majd valamit csinálsz. Jó, jó van. De az már fizetős. Az már viszont fizetős. Hát az már az. Az már csörögjön a kassa. Köszi, csávó, vigyázz magadra, jó munkát. Hello. Szia. Bármit is csinálsz, jó munkát. Ugye? Szoktam. Ugye? De bármit csinál, jó csinálja. Neked. Bármit csinálsz, azt jól csinálod. Ügyes. Ugye, bármit mondasz, bárkinek bármilyen tanácsot adsz, jó munkát kívánok. Akár én is veszem azt, amit mondasz. Hát, bármilyen nem is olvasod ezt a rengeteg blödséget. Kiváló munkát kívánunk neked a mai nap. Na most biztos rám is rám teszi furunkulust ezért. Lehet.
most már kotorászik a fiókban a Balázs bábú után. Jól a kötőtől, jól a kötőtől. Úr a vesély, most szúrt meg egy rohadt nagy kötőtől. Ú, elkezdett szúrni a szívem. Hát... Nem jó? Nem, fi, nem lesz gond. Júj, de jó. Nem lesz gond, ahogy szerintem. Te mondod. Van egy pisikúra, ami arról szól, hogy ha lepisíjük, akkor elmúlik. Miért többen annál jobb? Én nem merek otthon elmenni, mert nehogy a gyerek fölébredjen, még egy reggeli középfugaras az abszolút bennem van, hogy gondolod. Simán meggyógyítalak vele. Hát az... próbáljuk ki. Biztos jó rá. Nekem még jó a prostatám, felpisilek a hátadig. Igen, mondjuk nagy kívánc. Igen, azért, ugye? Nagy kívánc. Figyelj, az van, hogy én már pisiltem, és szerintem menjünk biztosra. Tehát legyen egy olyan, amit megvédjük. Betolom ezt a kávét. Ajajajajajajaj. Na, holnap számoljál be, hogy mi lesz. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Próbálunk segíteni férfi hallgatóinak. Az új alapján állítólag elmondja nekünk egy elemzés, hogy a hossz alapján, a rövid ujj alapján, a feltűnő egyenes, a hidegkéz lapos ujj alapján alkalmasak vagyunk-e arra, hogy házasodjunk, ugyanis állítólagosan minden ott van a férfi kézben, és kódolva van, vagyis tulajdonképpen, ha megnézed egy férfi kezét, illetve az ujjait, akkor ez a nemzetközi kutatócsoport azt mondja, hogy a nők többsége arc után, és a második leggyakoribb a kéz alapján mondja meg, hogy ez a pasi jó lesz-e neki párnak, vagy nem. 30-40 férfiak tanulmányozták az ujját évekig, és megnézték, hogy ebből a 30-40 férfiből aztán hány házasodott össze, és újra összehasonlították az ujjait a régi ujjak képével, vagy hogy zajlik ez a kísérlet, engem mindig az érdekel. Szerintem megkérdezték a hölgyeket. Hogy? Hát, hogy a hölgyek mit néznek meg elsősorban a férfiakon, és hogy milyen benyomásra keltenek bennük a különböző testrészek, férfias testrészek. Jó, de hát... illetve, hogy a párválasztásban mennyi szerepet játszottak például ezek. Nézzük, fül, orr, vége, érted? És akkor így mentek így külön-külön. Na de abból még nem tudod leszűrni, hogy az ujjaid neked mit tőlem milyenek, görbék, akkor te jó férj leszel. Igen. Na ez a lényeg, hogy hogy szűrik le? Tehát van mondjuk 30 férfi, aki minden nap bemegy az új laborba, és folyamatosan vizsgálják az ujjukat egész nap, és beteszik mindenféle üvegbe a kezüket, és figyelik az ujjukat, hazamennek, másnap újra vizsgálják az ujjukat, és közben megnézik, hogy ezek a férfiak elválnak-e, vagy nem. Tehát ezek a kísérletek egyébként hogy zajlanak? És ilyenkor nagyon vigyáznak az ujjakra, tehát mondjuk minden új külön tokot kap, hogy mit tudom, van a hüvelykújna, a középső gyűrűs ujj, meg van a kis új szállás. Beteg állat. Én álmodom, biztos, hogy álmodom. És mindjárt jön, hogy housekeeping. Bejön valaki, és fölkelek, és elindulok a rádióba, és rájövök, hogy jól van, oké, nyugodj meg, semmi baj, csak álmodtad, hogy az újakról beszélünk adásban. Jól van, tedd össze a laptopod, és indulj dolgozni, Kis Balázs. És mindjárt ez megtörténik. Felébresztenek egy housekeeping felirattal, vagy bekopogással. Szóval, jó, nézzük meg magát a kísérletet, de mindig gondolkozzunk el azon, hogy azért tényleg a francba hogy zajlanak ezek a kísérletek. Miért nem jön egy olyan nemzetközi kutatócsoport, aki azt vizsgálja, hogy a többi nemzetközi kutatócsoport hogy vizsgálja ezeket az ujjakat, érted? Tényleg. Nem az lenne jó, hogy egyszer kiáll egy nemzetközi kutatócsoport, és azt mondja, mi megvizsgáltuk azt a kutatócsoportot, aki az ujjakat vizsgálja, és az egész egy kamu. Miért nem? A csoportok miért nem vizsgálják egymást? Kedves kollégák, jöjjenek ide, most meg kell állapítanunk önök közül, melyikük a hülye. Igen. Kinek jutott az eszébe? Tudod, mi van? Jönnek hülyébbnél hülyebb kísérletekkel, mi mindegyik kísérlettel foglalkozunk, hülyítünk egy egész országot, minden férfi tanulmányozza az ujját, és lehet, hogy semmiféle tudományos alapja nincs. De nézzük meg, mit mondanak, aztán majd hallgatóink igazolják, hogy velük kapcsolatban ez igaz, vagy nem. Ne legyünk szkeptikusak, így van. Azt mondja, hogy alkalmas-e a házasságra? Alapjából erről szól a kísérlet. Tehát az ujjak alapján, hogy most tényleg hogy vizsgálják, hagyjuk, mert abba csak belebonyolódunk. Milyen az ujjad, Jani? A melyik? Hát ugye a blokk. Figyelj, nekem egy viszonylag kis kezet adott a Jóisten, arányos ujjakkal, picit tömpe ujjvégekkel, de ez már mondjuk így a mozgásnak köszönhető alapvetően. Mi is sokat mentek és elkoptak, hogy mi ez, hogy mozgásnak, mert ujjam mész és 10 centit koptak az ujjaid? Görbülnek az ujjaim így évről évre. Ja, ezért láttam, hogy egy pókjárásba mentél a folyosón. Igen, aki ott hátrafele elszaladt, az én voltam. Megértem, hogy kopnak az ujjaid. Mi az, hogy sok mozgáson? És ott is egy. A sok mozgáson rövidebbek lettek az ujjaid. Te miért nem lábon sportolsz? Miért kell neked ujjon menni? Ha a kis ujj nem lapul szorosan a gyűrűs ujjhoz, akkor tudod. Ha valamikre ráismersz, mondom a jellemzést, hogy mit mondanak rólad és a házasságról.
Rövid én négyszögletes. Rövid vagy és négyszögletes? Innen négyszögletes és rövid a Jani, mondjuk marha messze vagytok. De de maradjuk igaz? Az ujjainál szerintem most mi. Igen. Jó, tényleg, Feri, értem ezt a személyes kérdést, de miért nem tudunk egy témánál maradni, most miért kell általánozni rövid és szegletes? Nézzük az ujjaid. Rövid miért kell csapongatni? Rövid és szegletes, igen? Mert ilyen tompa az ujjaim végig, egy kicsit szegletes. Rövid és szegletes. Rövid és szegletes. Uh-huh. Azt mondja, hogy rövid gyűrűs ujj az jó? Igen. Oké. Okay. A rövid gyűrűs ujj ízületi gyulladásra és könnyű megbetegedésre való hajlamról árulkodik. De miért mondja ez a kísérlet, hogy a férfi kézujjak elárulják alkalmas-e a házasságra, amikor neked ízületi gyulladásod lesz, és ezzel rémizgetnek? Semmi köze a házassághoz. Hát ingerült leszek akkor. Feri, milyen az ujjad? Hosszú, hegyes igen? végű, a gyűrűs ujjam az olyan hosszú, hogy háromszor körbeéri a kezemet. Hát könnyen hátrahajtható. Igen. Jó, nagyon jó. A beteges szenvedélyektől megszállott férfinak tulajdonítják ezeket az ujjakat. Iszákossági játékszenvedély. Így van. Igen. Iszákossági játékszenvedély. Nagyon jó. Azt, hogy és titkos évhajhászat jellemzi. Ajj. A rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható ujjakat. Nézd meg. Ez nagyon durva. Mutatom. Ez hogy betalált? Ez nagyon betalált. És nagyon szépen tudod hajlítani. Ez könnyű, igen. Ez könnyű szerintem hátrahajtható. Tehát élfajhász vagyok, alkoholista, szerencsejátékfüggő, mondjuk az nem. Igen. De igen. A többi stimmel. Csoda, hogy itt nem kattantál rá a kaszinóra, mert hogy a hotel a szemben van egy kaszinó, és éjjel kettőkor mindenki oda jár inni egy. Nem, Feri máshol velére a pénzét, euró, ezreket verrel. Plüssállatokra. Plüssállatok megszerzésére. Na, Zsül, milyen az ujjad? Rövid gyűrűs ujjad van? Ja, nem, az a Jani volt. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy rövid ujj. Kinek van rövid ujja? Mert mondom, ilyenek a rövid ujjú férfiak állítólag. Zsül, neked rövidek az ujjaid. Zsül, neked ilyen hús kezei van. Neked tényleg olyan a kezed, mint amikor... Ugye? Úristen, egy szívlapát. Gumikesztyűt ráhúzod a slagra, megengeded a slagot, felfújod a gumikesztyűt, és egy ilyen kéz van ott. Nem ilyen az ujjnak az ujja? Egy felfújt, egy ilyen slaggal felfújt gumikesztyű az ujja. Úristen, ilyen jelentős... Kifosztottál már reggel egy darásfészket, és megcsípte. Adjatok neki kálciumot, allergiát. Miért, hogy slagra húzott gumikesztyűvel üldözöm a kertbe, és ugyanígy néz ki. Jó, mondom. Azt mondja, hogy egy rövid ujjú férfi állítólagosan a kísérlet szerint jól bánik a pénzzel, és hasznos üzleti vállalkozásba képes kezdeni, uh-huh. ugyanakkor a közönyös az érzelmekkel szemben, ami más bánkódik, ő azon is tud mosolyogni. Ezért van mindig az a kis mosoly a szád szélén, értem már? Uh-huh. Ezek a rövid ujjú férfiak. Igaz, nem igaz ez a zsűre. Egyrészt nem bánik jól a pénzzel, kettő semmiféle vállalkozási érzéke nincs. Na jó, fölhúztad a Zsült. Jó, megemelted. Tulajdonképpen. Jó, igen. Szóval, hát gyerekek, komolyan mondom, tényleg egyszer nézzék már meg ezt a kutatócsoportot. Ki ad ezeknek erre pénzt? Ki? Legjobb egy ilyen kutatócsoportba bekerülni. Igen, és ott volt a lengyes salakmotoros, mikor csúszott? Jaj, nem már! Mikor sodródsz ki, te? És azt mondták, mit csinálsz te kis, mikor sodródsz ki? Hát semmit, éppen készültek kimenni motorozni. Nem menj ki motorozni, gyere inkább újakat tanulmányozni. És a lengyel mikor sodródsz ki? Elindult a kutatócsoportba. Nem már egyébként. És állítólag hívták a cseppostást is, hol a csekk? Állítólag ott van... A japán aglegény, ne, akit szintén beválogattak, a maradok a magam ura. Igen. Így van. Állítólag benne van ebben a kutatócsoportban egy japán aglegény, mert egy nemzetközi a kutatócsoport, maradok a magam ura, berakták. Döbbenet egyébként, hogy milyen húzó nevek vannak. És mivel ő jöhetett, és gyakorlatilag még vele együtt egy másik japán kollégája, és elvitte a sógorát, aki egyébként egy autószerelő cégnél dolgozik, ő cseregumi hamar oda. Jó, állítólag ebben a kutatócsapatban egyébként még benne van a görög szakács és a szarakoszt. Gyerekek, ebben a kutatócsoportban benne van a holland táncos nő is. Na, ki? Van esze, de mire? Illetve egy korábban kétes ügyekben belekeveredett spanyol. Tolva is López, de futasztán. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ahogy már egész héten ugye hívjuk a naphallgatóját, ugye mi nem vagyunk, de mégis hívjuk. Ha, ez egy igazi időhurok. Mert hogy azon hallgatóinkat hívjuk, akik egész évben lelkesen küldözgetnek nekünk közlekedési híreket. Itt van Krista, hello Krista! Sziasztok, Morning Show! Hello! Szia, jó reggel! Krista! Te vagy a naphallgatója. Köszönöm.
Köszönöm. Nem a mai teljesítményedért, mert hogy ma nem vagyunk, de mégis vagyunk, érted? Hanem azért, mert egész évben küldtél nekünk közlekedési híreket. Nagyon szépen köszönöm. Merre mész éppen busszal? Kőbánya-Kispestre. Kőbánya-Kispestre. Merre mentél? Igen. Mert ez már múlt idős, nem hiszen mi nem néz, vagyunk. Érted. Puszi Kriszta, küldjük az ajándékcsomagot. Puszi, köszönöm. Köszi, ciao, ciao. Sziasztok. Milyen érdekes ez a téridő kontinuum. Nagyon, nagyon. Hogy most beszélgetünk, de mégsem most beszélgetünk. Én ezért nem nézek olyan filmeket, mint az időhurok, inkább a Rambókat. Azokat legalább értem. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt